hogy a Tapolca Kft. Jóvoltából ismét meg tudtuk rendezni ezt a rendezvényt, és nem csak az országban ismert könnyűzenei előadók fogják szórakoztatni a közönséget, most komoly lehetőséget kínálunk tapolcai tehetségeknek is, és talán nekem ez a legérdekesebb ebben a műsorszámban, vagy ebben a műsor folyamban, hogy a tapolcai fiatalok is megmutathatják tehetségüket, és a világot jelentő deszkákra léphetnek. Én kérem önöket, hogy mindenki keresse meg, találja meg azokat a pontokat a műsorban, ami számára a legérdekesebb, családnak is érdekes. Igyekeztünk úgy összeállítani az előttünk álló néhány napot, hogy mindenki megtalálja benne az érdeklődésének megfelelő műsorszámot. Természetesen a már jól megszokott állandó programok mellett gondolok itt a pörköltfőző versenyre, ami szerintem mindenkit lázban tart, hiszen mindenki szeret összejönni, egy kicsit főzőcskézni, egy kicsit versenyezni. Azok után persze természetesen augusztus 20-án Szent Királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk, és az államalapításunk ünnepére. Kívánok mindenkinek jó szórakozást az előttünk álló néhány naphoz, és bízom benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és csak akkor esik, akkor szakad, mikor éppen nincsen semmi program. Mindenki vigyázzon magára, és most kivételesen arra is biztatok mindenkit a hűség viadóra tekintettel, hogy ne csak bort, hanem vizet is ittunk eleget. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek, hajrá Tapolca!
Sok szeretettel köszöntöm a Tapolcai Oldal minden kedves nézőit. Ahogy reggel ígértük, a mai napon többször is bejelentkezünk élőben, ez a második élő bejelentkezésünk. A Tamási Áron Művelődési Központból jelentkezünk, bemenekültünk a nagy meleg elől, mert várjuk a hétpupú zivatart, és kivel mással várhatnánk a hétpupú zivatart, mint Rosta Gézával, aki mindjárt a színpadon várja majd a gyerekeket. Géza, a Tapolcai gyerekek nagy barátja vagy. Téged itt Tapolcán minden gyerek ismer. Milyen szívvel érkeztél ma? Hú, nagy az én szívem gyakorlatilag. Alig várom én is, hogy kikerüljek a vízből oda, a szaunába, a színpadra. Biztosan fantasztikus élmény lesz tűző napon együtt muzsikálni, énekelni, ahogy szoktuk természetesen. Én már amikor érkeztünk, láttam, hogy a gyerekek az árnyékban várakoznak, úgyhogy közönséged egészen biztos, hogy lesz, de hangszereket hoztál-e nekik is? Ez soha nem maradhat ki. Van egy kis kofferom, talán egy csomó gyerkőc emlékszik rá. Abban bent vannak az én érdekes kis titkos ritmus hangszereim. Elő fognak kerülni, ígérem. Milyen dalokat hoztál ma? A jól ismert gyerekdalokkal érkeztél, vagy hoztál-e újdonságot? Énekelhetünk-e veled együtt majd? Így van. Egy szomorú bejelentésem van, Ágai Ági néni, akinek a verses kötetét én annak idején megzenésítettem. 2 hónapja itt hagyott bennünket. 92 éves volt, de nem hagyom ki soha életembe. Amíg én a színpadon állok, addig mindig énekelek és válogatok az ő verseiből. Természetesen a hétpupú zivatar is legyen egy kis frissítőnek, jó lenne, hogyha ide tudnánk csalni. Merre jártál a nyáron? Gondolom, hogy sok a fellépés. Hát elsősorban Balaton környéke, elég sok budapesti fellépésen volt. Most a kerületekben divat lett Budapesten ilyen zöldövezeti koncertsorozatot szervezni, és elég sok kerületben megfordultam, de természetesen a Balaton, Alsópáhok, itt a környék. Jó érzés egyébként, főleg itt a Káli-medencében nemrégiben megfordultam, és jó volt találkozni tapolcai gyerekekkel is. Olyan régóta jársz már ide, vannak olyan gyerekek, akik visszajárnak, meg időközben föl is nőttek, ilyenekkel találkozol-e? Hogy nem, persze. Nehéz ügy, beszélgettünk az előbb róla, hogy hát bizony a gyerekek öregszenek. Mi nem? Mi természetesen nem. Át is engedünk téged a gyerekeknek. Irány a színpad, várnak már téged ott kint nagyon nagy szeretettel. Jó muzsikálást kívánunk nektek, meg neked, meg hát vidám gyerekeket a színpadra melléd. Köszönöm, és örülök, hogy itt lehetek. Tényleg nagyon örülök. Köszönöm. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, de elsősorban kedves vendégünket, Karádi Annát. Köszönöm szépen a meghívást. Aki mondhatjuk, hogy Balatonfüred és talán a Balaton felvidék leghíresebb írónője. Legnépszerűbb írónője, mondhatjuk ezt, azt gondolom, ebben mindannyian egyetértünk, akik itt vagyunk. Én azt gondolom, hogy a mai beszélgetést egy kicsit kezdjük azzal, hogy megismerjünk téged. Nagyon sok interjút lehetett látni már veled, nagyon sok újságcikket olvasni, és valahogy én mindig azt hiányoltam, hogy téged, mint embert. Úgy nem nagyon tudtunk megismerni. Ezt tudjuk, hogy balatonfüredi lány, vagy ott tanultál, aztán Budapesten tanultál, ügyvéd voltál, és aztán írónő lettél. Na de hogy történt mindez? Milyen családból jössz? Olvasó családból érkeztél-e, vagy magadnak kellett megtörni az utat az irodalom felé? Olyan családból érkeztem, akiknél az olvasás, a könyv, a könyvespolc, és ezzel szerintem így a tanulás és a kultúra, az olyan természetes volt, mint a fogmosás. Tehát nálunk mindenki olvasott, a nagyszüleim, szüleim, nővérem, és ez nem is volt kérdés. Én nem is emlékszem olyanra, hogy mondták volna, hogy olvasni kell, vagy hogy most ezt a könyvet el kell olvasni, azt hiszem, hogy iskolában, hogy ugye ez a kötelező olvasmány kategória, ott találkoztam először ezzel. Én arra emlékszem, ilyen nagyon korai emlékeim, hogy mindig volt azok a kemény könyvek, kaptam kiskoromban olyan kihajthatósokat, azt most már egyre kevesebbet látok, és akkor... Vagy például a Sehány éves kislány is így rémlik, az mindenki szerintem rongyosra olva. Csíkos, pöttyös könyve. Igen. Az később, csak hogy ott annak a borítójára így emlékszem nagyon. És a másik, hogy a nagyszüleimnél pedig a kezembe adták a szüleim meséskönyveit. És akkor azokat a régi típusú, a régebbi típusú
illusztrációkat, azokat nagyon-nagyon szerettem, amikor még nem ilyen szögletes figurák voltak, hanem szép, tehát nekem, az én ízlésemnek azok a klasszikus szép rajzok az Andersen meséknél, Grimm meséknél, és akkor volt egy-egy olyan kiadvány, ami ilyen nagyobb volt, és az Ólom katona, most az jutott eszembe. Hát én azt emlékszem, hogy annyi ideig nézegettem, úgyhogy én valahogy ezt így észrevétlenül szívtam magamba, és később is, tehát itt most a történelmet és az irodalmat is idehozom, hogy én a tanulást, vagy az olvasást, azt soha nem éreztem tehernek, tehát most sem. És úgy érzem, hogy nincs is ennek ilyen, a tanulásnak sem egy ilyen végső optimuma, hogy na, én akkor kitanultam magam, van egy diplomám, már nincs mit olvasnom, vagy tanulnom. Tehát velem született egy eredendő, nagyon nagy kíváncsiság, és ez azt jelenti, hogy hát mindig vágyom az új ismeretekre, és hiába nagyon jó dolgok, tehát én is szeretem a filmeket, meg most már YouTube-on olyan oktató videók vannak, akár egy kémiai kísérlet is néha jobb, mint amit egy tanárnál láttam, tehát elismerem ezeknek a hasznosságát, de nagyon szeretek könyvből tanulni. Tehát nem csak regényeket olvasni, hanem tanulni. Én hallottam azt a mondást, hogy amit 30 éves korunkig magunkénak éreztünk, meg ahova eljutott a világ fejlettségben, és amit abból használtunk, az lesz számunkra a természetes. Tehát én még a könyvek gyermeke vagyok, és szerintem maradok is. Szeretettel köszöntjük a Tapolcai Média Oldal minden kedves követőjét Tapolcáról, a Köztársaság térről, ahol zajlik a 25. pörköltfőző verseny a Tapolcai ünnepi napok és borhét keretében. Mellettem pedig a zsűri elnöke, prominens tagja Pass Sándor alpolgármester úr. Nem először már vállalja ezt a nagyon komoly megmérettetést, azt gondolom, hogy a zsűri számára is komoly feladat zsűrizni ennyi csapatot. Így van, 16 óta, 2016 óta, évről évre, ugye a Covid időszak alatt kiesett egy, talán vagy kettő év, de egyébként minden évben
kiváló zsűritársaim vannak, és nagyon várjuk a finomabbnál finomabb pörkölteket, mint tavaly és azelőtt években is. Már körbejártak, és azért megismerkedtek a csapatokkal. Milyenek a jelek? Biztatóak a pörköltek? Biztatóak, és a pálinka is finom, igen, és a borok is finomak. Valóban körbejártunk egyszer, és most már végeredményre vagyunk kíváncsiak, és nagyon türelmetlenül várjuk a kész ételeket. Mik a szempontok, amik szerint pontoznak? Hát először is a küllem, ugye, amit először a szemünkkel, mint érzékszervvel, aztán az állaga, és nyilvánvalóan az íze is nagyon fontos. Mint tetszett mondani, már évről évre részt veszek ebben a munkában, és valóban mindig nagyon-nagyon finom pörköltek készülnek. Nehéz döntések születnek, néha egy picit még talán össze is vitatkozunk, de szerintem ez így van rendben. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk a továbbiakban. Én pedig továbbállok, és idejövök a szervezőkhöz, ide a sátor alá, és megkérdezem Barcani Tóth Bogit, a szervező csapat vezetőjét, hogy hát nagyon jó időt rendeltetek mára. Hát nincs az a vad hideg, mint télen, azt lehet mondani, de ez elenged ez a szél, és jó az idő, és nagyon-nagyon sokan összejöttek erre. Mondhatjuk, hogy majdnem jubileumi 25-ös számot viselő pörköltvöző versenyre. Igen, hát én is nagyon örülök neki, hogy az időjárás mára nagyon jó lett a tegnap esti ijesztgetés után. A mai ezt nagyon kellemes, mert meleg van, de igen, légmozgás is van, és nagyon sok csapat jelentkezett, 22 csapat van jelenleg, és 23 pörkölt fő a fazekakba. Úgyhogy a hangulat szerintem nagyon jó, perceken belül kezdődik az ajongó koncert, és hát a zsűri zsűriz. Mi pedig várjuk a csapatoktól, hogy jelezzék, hogy készen lesznek a pörköltek, és hozzuk ide kóstolóra, úgyhogy szerintem ön egy óra körül pedig eredményt is tudunk hirdetni. Szurkolunk mindenkinek, de hát ugye mégiscsak egy versenyről van szó, három kategóriába fogunk eredményt hirdetni, első, második, harmadik helyezett, és lesz egy abszolút győztes. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy kifőzi az idén 2024-ben a legjobb pörköltet. Maja Richárd operatőr kollégám már mutatja is a vándor serleget, amit hát mindenki áhítozva nézeget, eljöttek erre a csapatok, és nézegették, hogy hát vajon a nevük fölfér-e, de van még azért rajta hely. Bogi, azok számára, akik most néznek bennünket, a délutánra mit tudsz ajánlani programként? Hát feltétlenül az, hogy jöjjenek ki ide a Kisföldi utcába, és töltsék velünk a napot. Ma irodalmi vonalon is fogunk programot tudni szolgáltatni. Azt követően pedig egy nagyon népszerű emlékek éjszakája este előtt állunk, úgyhogy mindenki, aki úgy gondolja, hogy a mai napjára még nincsen program, akkor töltse velünk. Játékpark várja, étel, ital, jó hangulat, és régen látott tapolcaiak, úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem egy szép délutánt az időjárás, úgy gondolom, hogy szép délutánt és estét fogunk tudni együtt tölteni. És holnap pedig lesz egy szép ünnepünk. Igen, holnap is még sok szórakoztató program vár minket, 19-én, 20-án pedig zárni fogjuk az ötnapos rendezvényt, igen, hagyományos módon, zászlófelvonással, előtte ünnepi térzenével, az ifjúsági fúvózenekarral, 10 órakor a zászlófelvonás, utána pedig 10:30-kor a szabadtéri szentmise, majd a kenyérszentelés és a szeretett vendégség. Ez zajlik majd a Szent István szobornál és a templom mellett, utána pedig mindenkit szintén szeretettel várunk föl ide a Kisföldi utcába, ahol a helyi művészeti csoportok fognak fellépni. Este a Bacsányi Tánc Együttes István királya látható, amit tavaly már látott a közönség, de a nagy érdeklődésre való tekintettel az ismét láthatjuk idén is őket. És este pedig még egy bulival zárjuk az ünnepi hetet. A Pepita 77. Én most 88-at mondtam volna, de 77. Pepita 77-tel zárjuk az ötnapos rendezvénysorozatot, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük szépen, Bogi. Érdemes tehát kijönni ma este is, hiszen emlékek éjszaka, és holnap nem kell dolgozni, igaz? Igen, így van. Aki szerencsés, annak nem kell dolgozni. Most pedig egy kicsit körbe megyünk. Köszönjük szépen, jó munkát nektek. Kicsit körbe megyünk, és megnézzük a csapatokat, hogy hogy állnak. Itt kezdünk oldalt. Régi kedves ismerősöket látunk itt az asztal mögött. Szép jó napot! Jó napot kívánunk! Élőben jelentkezünk a tapolcai oldalon. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Császár Lászlót köszöntjük, Attilát köszöntjük. Szia, én hát most érkeztem. Akkor csak körülnéz, igen, hogy mi újság van. Attila, akkor te többet tudsz mondani, igen, mi újság van nálatok. Mi készül? Szarvasból készül. Készítünk egy igazán jó szarvaspörköltet. Ti lőttétek? Nem, rendesen boltból van, nem elütöttük, nem ez volt, nem az volt, úgyhogy nem, ez rendesen boltból van, a húsi. Gyönyörű, szép volt, nagyon szép, rózsaszínes volt az árnyalaton neki, tehát én azt gondolom, hogy egy fiatal jószágról van szó. Aha.
Nagyon bízom benne, hogy határidőre elkészülünk, bár időben nekifogtunk, de azért sose lehet tudni a vathúsnál, hogy mikor fog teljesen elkészülni. Igen. Nagyon bízom benne, hogy nem csúszunk ki a zsűrinek a türelmi idejéből, és hát abban is bízom, hogy a megfelelő értékelést azért csak megkapja, és erőfeszítéseink azért valamilyen díjat fognak majd eredményezni a végén. A korábbi években azért értettek el szép sikereket, én emlékszem azért, ez a 25. pörköltfőző verseny, de emlékszem rá, hogy azért a narancs csapat azért szépen teljesített. Ebben bízunk, hogy most is sikerül egy olyan étet letenni a zsűri asztalára, amit ők is jó ízzel fogyaszthatnak el, és hát a tagtársaink meg a hozzánk látogatók is örömmel nyugtáznak majd. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk nektek a továbbiakban, meg ilyen jó kedvet a továbbiakban is. Köszönjük szépen, és akkor már át is nézünk a szomszéd csapathoz. Átnézünk a szomszéd csapathoz, amit mindjárt elolvasok itt az asztalon. Ők pedig a suli huligánok, akik hortobágyi pásztor gulyást készítenek, Gyurecska László csapatkapitány, és hát itt van a Széchenyi iskola színe java, és dolgoznak már 9 óra óta serénykedtek itt, mi készül. Fél 9 óta. Mi készül? Hortobágyi pásztor gulyást készítünk. Ha mit kell erről tudni? Hát egy másfél éves növendék bika húsból készítjük, és attól lesz egy kicsit hortobágyias, hogy kézzel szaggatott galuskát teszünk bele a végén. Azt már otthon kiszaggattátok, vagy azt is itt? Itt fogunk megcsinálni mindent, és úgy szaggatjuk bele majd kanállal a bográcsunkba. Azért ti egy nagyon profi csapat vagytok, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon finom lesz. Lehet-e jönni hozzátok érdeklődni, aki most esetleg látja a mi élő közvetítésünket? Jöhet-e ide és kérhet-e kulisszatitkokat, szakmai tanácsokat? Természetesen mindenki szolgálatra állunk. Már nagyon-nagyon sokan voltak érdeklődni nálunk, úgyhogy a limitált az adagmennyiség, úgyhogy gyertek időbe. Ti azért nem most főztök először együtt, mert én tudom, hogy disznót is vágtok együtt, meg egy csomó mindent csináltok együtt, kolbászt töltetek. Mesélj egy kicsit a csapatotokról. Baráti társaság ez igazából, nem csak kollégák. Így van, baráti társaság is, meg kollégák is, ugye látni ott a csapatunkat a hátam mögött. Igen. Hogy itt van a testnél tanártól kezdve az igazgató úr, mindenki, tehát a rendészettől, felszolgálóktól, az irodiságtól, meg jó magam, úgyhogy nagyon kis tökéletes csapatunk van, csak ezt tudom mondani. Mire számítatok helyezést illetőleg? Nem nyerni jöttünk, megmondom őszintén, a részvétel a fontos, ez az első ilyen versenyünk itt a városban, de úgy gondoljuk, ezt hagyomány jelleggel akkor a következőben szeretnénk megtartani. Köszönjük szépen, jó munkát kívánok nektek a továbbiakban, és hajrá, Sziszi, sziasztok! És már tovább is állunk, és megnézzük a következő csapatot, akik a buszos srácok. Sziasztok! Élőben jelentkezünk a média oldalon. Szuper. Nem először vagytok ti már itt a pörköltfőző versenyen, jól emlékszem, ugye? Nem, természetesen már indultunk tavaly is, meg a töpörtyűsütő versenyeken is indulunk, amikor időnk engedi, a munka mellett, akkor mindig szeretünk indulni, ez ilyen jó kis csapatépítő tréning, minden, úgyhogy jó az idő, mi kell még más hozzá, fő a pörköltünk, úgyhogy minden rendben van. Sertéspörkölt lesz egy kis csülökkel, csülkös sertéspörkölt lesz megbolondítva vele, persze, igen. Pince pörkölt jelleg, a krupi is lesz. Igen, minden innennel lesz együtt, úgyhogy egy kis pár, nagyon szuper lesz. Köszönjük szépen, mi még dolgozunk, de majd esetleg utána. Úgyhogy szuper. Köszönöm szépen. Az asszonyok készültek, látom, segítettek. Van neki komolyan? Akkor mindenképpen veszünk belőle. Köszönöm szépen. Egyébként máskor is így összeáll a csapat főzni, vagy csak kifejezetten a tapolcai pörköltfőző versenyre jön össze? Nem, indultunk már a töpörtyűsütőn is, igen, arra is emlékszem. Igen. Készülünk majd egyszer, hogyha minden időnk engedi, a kolbásztöltőre is szeretnénk majd egyszer benevezni mindenképpen. De hát a munka mellett nehéz. Nehéz, igen. A buszoknak menni kell azért minden nap. Így van, és gondolom, ilyenkor a kollégákra is gondolnak nagy szeretettel. Természetesen szorítunk, értük, hogy ebben a melegben helytálljanak a meleg buszokban sajnos, de hát most nekünk ez jutott, hogy itt tudunk lenni. Mi meg nagyon örülünk, hogy akkor itt vannak, és további jó munkát kívánunk. És szurkolunk, köszönjük szépen, hajrá buszos srácok. És már meg is érkeztünk a tapolcai önkormányzati tűzoltókhoz. Sziasztok, fiúk! Örülünk, hogy itt vagytok, és itt tudtok lenni, és nem mondjuk esetnél kell lenni. A csapat bent van, ugye? És szokták mondani, én hallottam már tőletek, hogy a kisebb tüzeket ilyenkor be kell vinni, a nagyokat meg előre be kell jelenteni. Az a jó, igen. Jól tudjuk, oké. Mi készül nálatok? Sziasztok! Mi készül? Ödihez megyek, akkor már úgy látom, hogy Ödi a mindentudó. Akkor csülkös sertéspörkölt készül, igen. Régi jól bevált recept, gondolom.
Múlt héten kipróbáltok csülök nélkül, most megpróbáljuk csülök, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz. Ti egy nagyon-nagyon jó baráti társaság is vagytok amellett, hogy kollégák vagytok, máskor is főztök együtt. Így van, igen. Miket szoktatok? Általában pörköltet szoktunk, mert ez kiadósabb, de majd legközelebb megpróbálkozunk már más mivel is. Meglátjuk mivel. Eddig minden csapat, akivel itt beszélgettem a felvétel alatt is meg előtte, és azt mondták, hogy ők aztán nem győzni jöttek. Jó, hogy vagytok ezzel? Ami egyértelmű győzni jöttünk. Tehát... Végre valaki, aki azt mondja, hogy a küzdelem de is fontos. Természetesen a részvét a fontos. Jó, oké, és akkor én azt kívánom nektek, hogy eseménymentes legyen a délután, tudjatok itt velünk lenni, és gondolom, hogy a kollégáknak is jut majd belőle visznek be. Így van, igen. Jól van, köszönjük szépen, hajrá, Tapolcai tűzoltó. Köszönjük szépen, sziasztok, további jó munkát. És tovább is megyünk, megnézzük, hogy ki a következő csapat. A német kisebbségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, Attila, Mirtil. Hát nélkületek azt hiszem, hogy nem is lehetne megtartani a tapolcai pörkölt főzőversenyt. Hát mivel nem marad ki egy évben sem az, hogy mi ne legyünk itt, mondhatjuk azt, hogy igen, szerves részei vagyunk ennek a rendezvénynek. 25 éve akkor. Így van, szívesen jövünk minden alkalommal, és számítunk mindig arra, hogy meg is lesz rendezve, és így is intézzük a szabadságunkat is, hogy mindenképpen itt lehessünk. Mirtil, mit főztök az idei évben? Hát sertés kategóriába indultunk, és bakonyi módra lesz. Tehát gomba, szalonna, tejföl, a sabarás, készült finom friss nokedli, a barátnőm hozta. Hűha, pici, finom, apró ugrós. Igen, sőt, van dödöllénk is, azt hadd mutassam. Jó, mennyi Ricsi kollégám, mindjárt megmutatja a dödöllét is. Nagyon komolyan készültetek, és hát a dekoráció is nagyon szép az asztalon, de tényleg komolyan veszitek. Volt, mert mindenkinek adtam egy kis munkát sajnos. Gyönyörű de a dödölle is. Dödölle. Isteni finom. Reggel készült pogácsa, tessék megkóstolni. Köszönöm szépen, köszönjük, gyönyörű, még langyos. Még meleg, igen. Igen. Próbálkoztunk minden finomsággal. Ti nem csak indultok a tapolcai pörkölt főző versenyen, hanem a Német Nemzetiségi Önkormányzat mindig készül plusz műsorral is a tapolcai ünnepi napok és borhéten. Az idén mi lesz? Az idén két táncegyüttes fog szerepelni a környékünkről. Az egyik Nemes Gulácsi csapat lesz, ez egy újdonság, és ugye a visszatérő állandó vendégünk az a Herendi Néptánc Együttes. Fergis mein Nicht. Úgy van. Megtanultam már. Amelyik igazi sváb hagyományos táncokat fog bemutatni, remélem, hogy a közönség nagy örömére. És aztán pedig az este... Én azt gondolom, hogy közös nagy kedvencünk, igen. Ott láthatom Mirtil karján a dedikáció. Rudánzsó akusztik koncert lesz, nagyon nagy élmény, remélem mindenkinek tetszeni fog. Nagy régi slágerek, ilyesmik lesznek. Nagyon szépen köszönjük, várunk akkor mindenkit akkor is, meg gondolom azért lehet jönni hozzátok dél környékén kóstolni. Természetesen várjuk a vendégeket. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen, és akkor eljövünk Paré Józsi bácsi a főnök csapatához. Hát mi más lehetne Paré Józsi bácsi, mint a főnök, nyilván a sakkozók csapata van itt. Szép jó napot kívánok, Jóska bácsi, üdvözöljük, élőben jelentkezünk a tapolcai médiót. Tessék nyugodtan ülve maradni. Hát a sakkozók is kijöttek főzni, jól látom? Igen, kedik sokan tetszik az a cégtárlánk. Igen, látjuk. Mit főznek a sakkozók? Sertés, vegyes sertés pörköltet. Nagyon szép eredményeket értek el, nem is olyan nagyon régen, és Jóska bácsi is éremmel tért haza. Ne csak erről, ne csak a pörköltről beszéljünk erről is egy kicsit, dicsekedjünk. Mi újság, milyen versenyek voltak mostanában? Most Bas megyében voltunk egy versenyen, ott sikerült a második helyet megszerezem én fejemre. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk, Jóska bácsi. Én vittem el a versenyt, és ők is nagyon dicsetesen szerepeltek. Nagyon jó. Hogy telik majd a nyár utolsó pár napja? Lesz-e még valami, vagy már csak edzések vannak? Edzések azok vannak, és hát készülünk a szeptember iskola kezdésre. Reméljük, minél több kisgyerek fog majd jelentkezni, és majd ezt a szép sportot majd kipróbálja, és majd űzi sok sikerrel. Köszönjük szépen, Jóska bácsi. Belenézünk azért ide a pörköltbe is, megnézzük, hogy hogy áll ez a csodálatos pörkölt. Hadd nézzük, milyen, hogy álltok. Hát
lányok, két lány. Igen. Szerintünk teljesen lassan kész lesz, úgyhogy. Még egy olyan Józsi bácsi negyed óra, és el is komolyan? Igen. Aha. Mindenből annyit kellett tenni, amennyit ő mondott, úgyhogy teljesen tökéletes lesz. Azért tetszett. 85 év, az 85 év. Így van, ha valaki, akkor ő tudja, hogy mitől jó a jó pörkölt. Köszönjük szépen, nagyon szurkolunk nektek. Köszönjük, jó munkát a továbbiakban is. És már is átmegyünk a tér másik felére, mert hogy elég sok csapat van, ahogyan Bogi mondta, 22 csapat van itt jelen, és akkor nézzük is meg, hogy ó, van még itt, nézd csak, Ricsi, a Székelykapu alatt is egy csapat, ne hagyjuk ki őket sem. Ők pedig a Bacsányi János Gimnázium csapata, élőben jelentkezünk a média oldalon. Szervusztok, jó munkát! A gimisek azért nem csak azt mutatják meg, hogy milyen jó eredményeik vannak a tanulóiknak, hanem bizony a tantestület is időről időre megjelenik a városi rendezvényeken. Találkoztunk már pörköltfőzőversenyen, találkoztunk már töpörtyös ütőversenyen is. Most mivel készültetek? Most egy kis marha pörkölttel készültünk. Aminek azt a nevét adtuk, hogy? Nem adtunk neki nevet. Még nem adtunk neki nevet. Még ezután akkor még. De folyamatosan, ahogy változik az íze, úgy adunk neki újabb és újabb neveket. Tehát... Várjuk, hogy megpuhuljon. Ez a nagy helyzet. Tehát a marha pörköltnél igen, ez a titka mindennek, hogy megpuhul el és mikor. Aha. Mi a recept? Hagyományos, vagy van benne valami titkos csavar? Szerintem maradtunk a hagyományos ízeknél, és semmi titkosat nem tettünk bele. Köret lesz-e hozzá, vagy finom puha kenyér? Még folyamatban van. Még az is folyamatban van, jól van. És hát nem tudom megkerülni a kérdést, mindjárt kezdődik a tanév. A pedagógusok vajon hogy készülnek a tanévre, tanár úr? Egyre jobban. Legalább annyira várják, mint a diákok, gondolom. Így van. Szerintem ilyenkor mindenki lelkes egyébként az új tanév elején, aztán utána szeptember, október, november. Aztán őszi szünet, aztán karácsony, és mindjárt itt van az év vége. Mindig ezt szoktam mondani, hogy már csak egy párat kell aludni, és itt a vakáció. Így van, pontosan. Nagyon jó munkát kívánunk a Gimi csapatának, és nagyon szurkolunk, hogy megpuhuljon az a finom marha. Köszönjük szépen, hajrá Gimi! És akkor megyünk tovább. Elmegyünk itt a köztársaság melletti kis utcába. Miközben talán a háttérben hallható, hogy játszik a zajongó zenekar, úgyhogy ha valaki most nézi az élő közvetítésünket, kisgyerekes anyuka, apuka, érdemes kijönni, mert nagyszerű dallamokkal várnak, mindenkit lehet ugrálni, és már sokan táncolnak is, ahogy látom. Rotyognak a bográcsok, és meg is érkeztünk, szerintem a tollas labda csapat, ugye? Igen. Jól, Albi, akkor áruld el nekünk a titkokat. Tavaly megnyertétek a kupát, hazavittétek, az idén pedig visszatértetek, hogy újra hazavigyétek. Ki a főszakács? Átadnám a András, Kovács András, akkor halljuk. Természetesen idén is úgy indultunk neki, hogy elvisszük, tehát úgy gondolom, hogy felesleges volt a többi csapatnak elindulni. Egy pillanatra RTL Klubtól téged keresnek. A konkurencia nem hiszem el, hát nem hiszem el, és elvisz bennünket. A tavalyi díjról. Hát jó, Albi, akkor te vagy kénytelen nekünk nyilatkozni, hogyha az András itt már az országos média elrabolta. Mit főztök? Ez teljesen titkos még, nem, amit főzünk. Nem mondhatod. Köszönöm, elnézést, meg pillanat. Bocs. Egyeztetünk, gyere vagy utána, visszahívjuk őket. Na, vissza a helyi médiához akkor. Mit főztök, bocsánat. András? Marha lábszár pörköltet. Azért az veszélyes, nem? Megpuhul? Már megpuhult. Már megpuhult, tehát már nincs. Készen vagyunk. Aha, nincs mit aggódni. Nincs. És még mellé egy kis dödöllőt is fogunk tálalni. Nem mondod, te szaggattad. Én hajnal. Saját kezüleg, hajnal 4-kor keltem, és szaggattam. Szuper. A nyakadban viszont van egy aranyérem. Így van. Ezt nem most kaptad, hanem tegnap. Mesélsz erről? Igen, tegnap röplabda verseny volt kint a Bauxit sporttelepen, és a kislányommal indultunk, vegyes Flórával. Kategóriába, Flórával. Megnyertük, és nagyon nehéz elviselni ezt a terhet, hogy ennyi sok aranyérmet nyerünk, de feldolgozzuk valahogy. Meg kell felelni az elvárásoknak, így van, egy ilyen komoly sportcsapat, mint ti, ezt fel kell, hogy tudja dolgozni. Az ott a ti bográcsotok, csak hogy a operatőr kollégámnak mondom, hogy meg tudja mutatni, hogy puhul az a marha lábszár. Csapatmunka folyik, mint mindig. És azért ilyen nagyon jó csapat vagytok, és azt mondom, hogy nem csak sportársak, hanem barátok is. Pontosan. A magánéletben is mindig összetartunk. Összejártok, és máskor is szoktatok főzni. Így van, folyam. Majdnem minden hétvégén mondhatnám.
Mik vannak a tarsolyotokban, milyen jó receptek? Hú, az végtelen. A pacalpörköltől, a sertésbordától elkezdve a sztékekig, minden. Na hát akkor izgatottan várjátok, gondolom, a zsűrit, mi meg majd a végeredményt, jó, hogy akkor hogy is, magasba emelhetitek-e a Vándor kupát. Egy nagyobb kicsit izgulunk, titkon tudjuk, hogy megnyerjük, de... Oké, szurkolunk. Mi minden esetre szurkolunk, hogy minden csapatnak nektek is. Nagyon szép. További jó munkát, sziasztok. És akkor tovább jövünk a következő csapathoz, akit nem tudom, hogy hol találunk meg, mert keressük a papírokat. Itt a Bacsányi Táncegyüttes, nézd csak, Ricsi. Hajrá, Bacsányi Táncegyüttes, élőben jelentkezünk a Tapolcai Média oldalon. Sziasztok, kit kérdezhetek, aki minden tud a pörköltről? Akkor ide jövünk a túloldalra. Sziasztok! Hú, gyönyörű színe van ennek a pörköltnek. Mit főztök? Vörösboros marha pörköltet főzünk, és sima disznó pörköltünk lesz. Jutúró strapacskával lesz a vörösboros marha, és házi nokedlivel pedig a sima pörkölt. És az asztal meg rúgyásig van finomságokkal. Igen. A kedves szülők itt hozzájárultak, hogy jól érezzük magunkat a nap folyamán. Azt tudom, hogy a Bacsányi Táncegyüttes igen jó csapat, és ez nem csak a táncosokra vonatkozik, hanem a háttérre is, a szülőkre is. Ezt mutatja, hogy köténnyel készültetek, és hát kíséritek a gyerekeket mindenhová. Ilyen jó baráti társasága érett össze ez az együttes, és lehet mondani, hogy nem csak a gyerekek, hanem szülők is. Igen, ez a hosszú év tapasztalata és munkája, hogy így összekovácsolódtunk. És nagyon nagy dologra készülnek a gyerekek. Igen. István a király augusztus 20-án este, tavaly már látták, és tudom, mert nekem is mondták, hogy lemaradtak, és mindenképpen meg akarják nézni, és most itt az alkalom, Igen. hogy újra meg lehet nézni, és tudom, hogy tavaly szülők is szerepeltek, egy pár, így lesz az idén is? Ezt hagyjuk titoknak, és akkor gyere el és nézd meg, akkor... Mi biztosan ott leszünk, és meg fogjuk nézni. Szeretettel várunk. Így van, mindenkit erre biztatunk, hogy jöjjenek el augusztus 20-án este Tapolcára, és nézzék meg az Istváni király táncszínházi verzióját. Addig is mi minden jót kívánunk nektek, hajrá Bacsányi Táncegyüttes! Hajrá Bacsányi! Jó munkát nektek, sziasztok! És megnézzük a következő csapatot, amik legyenek, ők mindjárt elolvassuk, ők pedig a Tapolcai Finn Baráti Kör. Élőben jelentkezünk, szervusztok, jó napot kívánunk, jó munkát, jó étvágyat kívánunk. Köszönöm szépen, én meg ahhoz gratulálok, hogy ilyen nagyszerű csapat vagytok, hogy így összetartatok, és évről évre itt vagytok. Mit? 5 egyesületnek a nevében vagyok itt ma. Te egy különleges tag vagy. Mindenkit is képvisel, és a tűzoltókat is. Náluk is jártunk, ők is nagyon ügyesek. Mindjárt belekukkantunk ott, hogy mit főztök, megnézzük és megkérdezzük a főszakácsot, hogy mi készül. Vecsei János mit készít művészi gondossággal? Művészi gondossággal, odafigyeltünk. Disznó pörkölt lesz, disznóhúsból, combból, és egy kis csülökkel megvan keverve. Ez egy futott a nyála számban. Úgyhogy reméljük, ha nem is az első, de a második helyen végzünk majd. A Finn barátitok köre, én emlékszem, hogy valamelyik évben egészen különleges dologgal is készültetek. Fölevelenítjük ezt az emléket, Edith? Hogyne, nagyon szívesen. Mi is alig vártuk azt a pillanatot, hogy egyszer rénszarvasból készíthessünk pörköltet. Finn barátaink hozták magukkal Finnországból, és szerintem egy nagyon finom, érdekes, különleges pörkölt készült belőle. Biztos, hogy így volt, mert én megkóstoltam, és nagyon-nagyon ízlett, nagyon finom volt. Most tudom, hogy a szívetek, lelketek benne van, de van-e még valami titkos összetevő, vagy teljesen hagyományos módon készül a mostani sertés? Amit én láttam, az a hagyományos recept, de a fő szakácsunk, ugye, hogy milyen titkokat őriz és mit tett bele, azt szerintem ő se árulja el. Vannak titkok? Nincs titok. Nincs titok. Bors. Jó alapanyag. Bors, jó alapanyag. És a végén teszünk bele fokhagymát, még meg egy kis köményt. Ezzel dobjuk föl. Ez a tehát... köpi, meg a bors, meg a... az egyéb. Kis erős paprika, nem akarjuk erősre, hogy mindenki tudjon, majd utólag lehet erősíteni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük mi is, és nagyon-nagyon jó munkát kívánok nektek, és továbbra is ilyen jó kedvet, mint amit most tapasztaltunk. Köszönjük szépen, szervusztok. Átmegyünk a túloldalra, és megnézzük, úgy nézem, hogy talán a
nincsen kint ugyan a tábla, de én úgy sejtem, hogy a nőklub csapata fő. Nem, a Tanúhegye. Annyira nagyon összeérnek a szálak, hogy mindenki, hát ugye? Nem mondta az előbb ugye? A igen, szám, úgy van. Igen, mindenki mindenhol van. Így van. Na, a Tanúhegyek mit főz? Mit lehet tudni? Ide jövünk akkor. És meg... Igen. Ott a főség, meg a sertéspörkölt csülökkel. Oh. 5-6 kiló sertés lábszár, és 2 kiló csülök. És ilyen házias módra, mindenki régi idősek. Tehát minden hazaias, minden az égvilágon. És a gyönyörű kis tagjaink, mindenki részletek, mindenki részlet, a fiatal tagjaink, új tagjelöltekünk vannak, mindenki, és itt a kis drága kis utódom. Igen, át is megyünk Ancikához, és mindjárt meg is kérdezzük Ancit, hogy annyira nagyon jó összetartó a csapat, és olyan sok helyen főztetek már, te meg olyan sok helyen zsűriztél is már, hogy tele vagytok tapasztalattal. Igen, tele vagytok tapasztalattal. Most mit gondolsz a csapatod összetételéről? Azért mindig vannak új jelentkezők is. Vannak új jelentkezők is, de nagyon stabil a társaságunk, úgyhogy jó csapat ez összetart, egy ilyen pörköltfőzőnél is, meg hát ha valami munka adódik, akkor is együtt vagyunk, együtt csináljuk, összetartunk. Jó napot! És ami egyébként nekem a legszimpatikusabb, hogy annyira szépen együttműködik a város minden civil szervezete, köztük a Tanúhegyek is, hogy példaértékű, én azt gondolom. Így van, meg hát maguk a csapatok is összetartanak, mint ahogy az előbb is említettem, átfedések vannak. Igen. Ugye én is legalább 3 csapatnak tagja vagyok, itt vezetőként, egyéb helyeken pedig tagként, és nagyon szívesen megyünk, visszük a társaságot mindenhova, ahol szükség van rá. Voltunk egy pár csapatnál, már volt, aki azt mondta, hogy ők győzni jöttek. Valaki azt mondta, hogy neki nem számít, csak hogy itt lehessen a jó hangulatban mindenkivel együtt. Nektek mi számít? Mind a kettő igaz. Aki benevez egy versenyre, nyilván azért nevez be, mert győzni szeretne, de egyébként a részvétel a fontos, az, hogy együtt vagyunk, hogy jól érezzük magunkat, az, hogy meg tudunk inni egy pohár bort együtt, meg tudunk enni egy jó kis pörköltet együtt, és hát eltelik a nap jó hangulatban. Mind a kettő fontos. Nagyon sok ilyen legyen még, amikor itt tudunk találkozni. Ezt kívánom én is, magunknak is, és minden résztvevőnek. Köszönjük szépen, jó munkát nektek, hajrá Tanúhegyek, szurkalunk nektek is. Megkínálhatjuk a dolgozókat. Ó, köszönjük szépen. Egy kis sajtos ropival. Visszatérünk, mert még van egy kis dolgunk, mindenkihez elmegyünk. Köszönjük szépen, köszönjük. És akkor nézzük, hol nem voltunk még. A Zalaszántói Borbarátok, ez egy különleges csapat. Szeretettel köszöntjük az Zalaszántói csapatot, élőben jelentkezünk a Tapolcai Média oldalon. Olyan sokszor találkoztunk már az zalaszántóiakkal Tapolcán, és nem csak a pörkölt főző versenyen. Igen. Egy picit erről a Tapolca-Zalaszántó kapcsolatról mit lehet tudni? Hát nagyon szuper, nagyon jó, mi szeretjük a tapolcaiakat. És a tapolcaiak is mennek Zalaszántóra? Igen, a Tanúhegyek, igen. Aha. Mert ugye a Tanúhegyek egy ilyen testvér egyesület, mondhatjuk azt? Igen, az testvér, igen, itt a Lali meg a... Ott a vadátúi ember az mégis az testvér, igen. Na nézzük akkor, hogy mi fortyog a bográcsban. Lapucka és sertés csülök van össze. Háziasan, ahogyan mi otthon háziasszonyok is készítjük, igen, vagy van ebben valami nincs, kis férfi nincsen, fineszesség is? Nincsen semmi külön. Se bor, semmi? Vörösbor azért van benne. Zalaszántói vörösbor? Igen, helyi. Megkínáltam esetleg? Jaj, köszönöm szépen, nekem még ma itt beszélnem kell, összeakadna a nyelvem, mert olyan sok helyen megkínáltak, de nagyon szívesen majd visszajövünk. Jó. Minden jót kívánunk a zalaszántóiaknak, hajrá Zalaszántó, önöknek is szurkolunk. Köszönjük szépen, és szemben velünk a Borklub csapata. Hát kihagyhatatlan a csapat, nélkülük sincsen tapolcai pörkölt főzőverseny, és már is ide jövünk. Élőben jelentkezünk, szép jó napot kívánunk a média oldalon, Tóth János Zoltán. Ez úgy jó. Hú, na hát ilyennel még nem találkozunk. Ricsi, gyere, mutasd meg, légy szíves. Mi föl? Hát ez egy körmös pacal. Külön van ugye főzve a köröm. Aha. Szeretnék kivenni egy szépet, hogy mutassam meg. Egy szép darabot, igen. Gyönyörű, rezgős. Egy darab szépen megfőtt köröm, és pacal benne. Hát ugye a pacal sajnos olyan, hogy nem mindenki szereti. Aki nem szereti, az meg se kóstolja. Megosztó étel valóban, de én azt mondom, hogy érdemes megkóstolni mindenkinek. Aki szereti, az meg imádja. Én nagyon szeretem különben, úgyhogy hát igen.
Igen. Egészen különleges. És ilyenkor egyébként, amikor mi itt szoktunk találkozni, itt az egyik fő szakács. Már is megkérdezzük a főszakácsmester. Főszakács helyettes. Meg azt is megkérdezzük, hogy milyen bort tudnak kínálni a finom pacal mellé. Baracsonyi Borvidék összes borát tudjuk kínálni, ugyanis a borklub tagjai a Szentgyörgyhegyen és a Baracsonyon is képviselve vannak. Innentől kezdve minden fajtához hozzájutunk, és mindenkinek ajánlom, hogy kóstolja és fogyassza a badacsonyi, meg a szentgyörgyhegyi termelőknek a borait, és szép napot kívánunk mindenkinek ebbe a nyári melegbe, minél több fröccsöt fogyasszanak, ezt kívánom még. Így is lesz egészen biztos. Ilyenkor már szoktunk kóstolni új bort, főleg itt a Borklub csapatánál. A Borklub csapatánál, bocsáss meg, a Borklub csapatánál is kóstolható már. Már is, aha. Igen, a Csaba Gyöngyi, ami Magyarország első bora szokott lenni, úgyhogy szívesen látunk a riport után egy pohár borra. Visszajövünk feltétlenül. És egyébként mi a helyzet a Badacsonyon meg a Szentgyörgyhegyen? Azt mondják, hogy már nagyon sok helyen megindult a szüret. Így van, sajnos az időjárás változását a szőlő úgy reagálta le, hogy sokkal korábban érett meg minden. Legalább 3 héttel korábban indultak a szüretek. Ebből adódóan valószínűleg a szeptember közepére szinte az összes fajta lefogy. Bor van-e? Bor van-e a... Jaj, mert... Aha, megérkezett a legfőbb főszakács. Pont azt akartam kérdezni, hogy milyen bor van egyébként a pörködbe. Ebbe jutott-e valami, Csizi? Igen. Hát nagyon nagy örömmel közölhetem azt, hogy a borvidékünk jellemző borát, az olasz rizinget használjuk mindig ízesítésre, hisz ez a vulkánikus talaj, ez a remek időjárás, ez a remek környezet kiváló alapanyagot biztosít számunkra, amiből kiváló borászbarátainkkal kiváló borokat tudunk előállítani. Igazából olyant, ami naturba is kényezteti ízlelő bimbóinkat, az ételeinkhez adagolva pedig szuper élményben részesíti az őt fogyasztót. Tanár úr, én emlékszem rá, hogy minden évben valami különlegességgel készültek, most is ez a pacel egy különlegességnek számít. Igen. Volt itt már marhapofa, meg már minden. Most az idén... Emlékszem rá. Hogy nem emlékszem? Annyira finom volt, hogy nem tudom elfelejteni. És tépett és vágott marhapofa volt. Így van, szuvidál várdai rógagombával. Csodálatos volt. Így van. Most hogy jutott a pacalra a választás? Nagyon őszintén mondjam, aha, nem mondok nevet, mert nem illik mondani. Van egy nagyon kedves borász barátunk, akinek volt egy orvosi eseménye, na, és sokáig nem fogyaszthatott, aha, igazából csak pépes ételt. Aha. És hál' Isten ebből a betegségből nagyon jó kijött, és az volt a kérése, Csizi bácsi, szeretném az első pohárbort veletek kocintani, és szeretnék veletek egy jó pacal pörköltet enni. De ezzel nem elégszem meg, spékeljük meg egy igazi jó körömmel, és így azért próbáltunk egy olyan hosszú körmöt beszerezni, amelyik hazánk egyik nagyon kedvelt sertésterepéről származik. Hát bízzunk benne, hogy ez a pacal körömmel, vagy körmös pacal elbűvöli a zsűrit, és megkóstolja, és igazából azt fogja mondani, hogy újra egy sikeres ételfőszedek, fiúk. Ez biztos, hogy így lesz, egész biztos, mert engem már elbűvöltetek, szerintem a zsűrit is elfogjátok. Nagyon-nagyon jó munkát kívánok nektek a továbbiakban, és nagyon szorkolunk a Borklubnak. Hajrá, nagyon Borklub! Nagyon szépen köszönjük! Hajrá, Borklub! Hajrá, Tapolca! Hajrá, Tapolca! Köszönjük szépen, és már is tovább megyünk. Eljövünk ide, és már megvan a nőklub. Őket keresem ilyen nagyon, nézd csak, Ricsi, itt van ennél az asztalnál. Megérkeztünk a nőklubhoz, ahol aztán látok én vasutas nyugdíjasokat, és az előbb már megbeszéltük a szomszéd asztalán, hogy itt aztán mindenki mindenkivel van, és aztán egy nagyon nagy baráti társaság ez gyakorlatilag tulajdonképpen. Mit főz a nőklub? Pörköltet. Ott készül a sertéspörkölt készül. Egyébként az első díjas ez. Biztos? Há, persze, én már mindenki ezt mondta. Lukettával, tarhonyával, savanyúsággal, minden, ami kell. Hogy készültetek a mai napra? Mindenkinek volt külön feladata? Hogyne, mindenkinek volt. Hogy helyet foglaljuk. Egyébként ott a főszakács, aha, én csak egy kis kukta voltam közte. Igen, megnézzük azt. Zoliék székeket cipeltek. Aha. Köszönjük! Tehát akkor mindenkinek megvolt a feladata. Elmegyünk, megkérdezzük a főszakácsot. Megnézzük, és megkérdezzük, hogy mi rotyog ebben a bográcsban, honnan szerezték be az alapanyagot, honnan származik ez a gyönyörű alapanyag, ami már most igenin csinklandó. Hol szereztétek a húshoz, a Tapolcán vásároltuk? Tapolcán vásároltuk természetesen. Nagykanizsa húsnak van az üzlete Penny mellett, és onnan rendeltük meg már korábbról, hogy szombat reggel frissen tudjuk az alapanyagot elkészíteni.
mi készültünk rá, úgyhogy szombat délutánunk ezzel ment el, hogy fölapítsuk olyan méretre, amekkorára kell és szükséges, és egy sertésbőrköltet csinálunk. A Nőklub egy igen-igen jó csapat. Aki a tapolcai médiát követi, meg egy picit belekóstol, meg belenéz a tapolcai közéletbe, azt tudja, hogy a Nőklubra mindig, minden körülmények között lehet számítani. Ezek az összejövetelek kovácsolnak benneteket igazán össze, jól gondolom? Nagyon jól gondolod, és reméljük, hogy ez nagyon sokáig így is lesz. Mindenki szívesen jön, jó a tagság, úgyhogy örülünk neki, mikor már így együtt. Alig várjuk a szeptembert, hogy együtt legyünk. Hosszú a nyári szünet, igaz? Hosszú a nyári szünet, igaz, hogy nagyon tartalmas volt, de várjuk a következő klubfoglalkozást már. Köszönjük szépen, meg mi is várjuk az eseményeiteket, mert nagyon szívesen beszámolunk róla. Jó, mi is nagyon köszönjük meg. Köszönjük szépen, hajrá Nőklub! Jövünk majd, köszönjük szépen! És akkor már is keresünk egy másik csapatot. Szervusztok, sziasztok! És ide jövünk ide az apró néphez, az apró séfek csapatához. Ki tud nekünk egy pár szót mondani az apró séfek közül? Rég Lajost látom itt középen, de hát vannak, ja, itt vannak a lányok. Na lányok, mit főztök? Disznópörköltet. És kitől tanultátok, hogy hogy kell a disznópörköltet készíteni? Apától. Apa jó szakács? Igen. Mit tudtatok ti segíteni? Hát mindent, mit csináltuk. Mindent ti csináltatok? Ti apróztátok fel a húst, a hagymát? Ne, hát azt a fáj. Aha. Ti pedig őrzitek a tüzet, meg kóstolgatjátok, hogy milyen. Igen. Megkóstoltátok akkor már nyilván, milyennek találjátok? Finomnak. Finom? Elsők lesztek? Igen. Egész biztos. Ahogy én látom, és annyira csinosak vagytok, gyönyörűek. Már is megkérdezzük akkor, hajrá apró séfek. Nem tudom, figyelitek-e, reméljük, hogy ilyen nem került bele. Rig Lajoshoz jövünk, sziasztok, sziasztok! Egy nagyszerű baráti társaság, nem először vagytok már itt, meg hát nagyon-nagyon sok adjára főztök együtt, te meg aztán főleg, mert igen-igen szeretsz főzni, ezt mindenki tudja itt a városban. 2006 óta indulunk más-más csapatokkal. Aha. Itt a pörkölt főző versenyen. Ez a második alkalom az, hogy az utcában lévőkkel, barátokkal, családi közösségekkel főzünk. Tavaly is viszonylag jó eredményt értünk el, én azt gondolom, hogy most is nagyon jó pörköltet főztünk, mindenkinek ízlette eddig, aki megkóstolta, és ebből egy hagyományt szeretnénk teremteni, amelyet majd kiterjesztünk a többi utcára is. De hogy már továbbadjátok a hagyományt, az egész biztos, mert itt mellettetek az apró séfek csapata is hozzátok tartozik tulajdonképpen. Igen, a gyerekek, ők nagyon szeretnek főzni, mindig figyelik azokat a fortéokat, amit apától vagy mondjuk anyától elleshetnek. És most az utóbbi két hónapban készültünk arra, hogy ők is elindulnak itt a pörköltfőző versenyen, és ha jól tudom, itt Tapolca város történetében, amióta pörköltfőző verseny volt, mindenféle kategória volt, igen, már csak gyerek kategória nem. És ezt a hagyományt szeretnénk megteremteni úgy. Mit főztök? Marha pörköltet, marhanyagból, szerdai vágás, és nagyon finom lesz. Az illata minden esetre csodálatos. Az íze is olyan lesz. Bízunk benne. Itt többekkel beszélgettem már, valaki azt mondta, hogy csak a győzelem a fontos a számára. Győzni jött, és ebből nem enged. Valaki azt mondta, hogy hát, hogy jó együtt lenni a többiekkel. Ti hogy vagytok ezzel? Én azt gondolom, hogy maga ez a pörkölt főző verseny, ez nem arról szól, hogy ki győz, ki veszít, hanem egy csapatépítő verseny. Az utca közösséget, baráti közösségek, egyesületek tudnak egymással beszélgetni, eszmét cserélni, jót beszélgetni, jó borokat, söröket kóstolni, és nagyon finom pörkölteket főzni. Ez erről szól. Nem, itt mindenki győztes, aki ide eljön, hiszen lehetne 38 csapat is itt, én azt gondolom, de ez a 23 csapat, vagy 22 csapat is, akik itt megmérettetik magukat, én azt gondolom, hogy mindenki első helyezést ér el, hiszen Tapolc azért egy viszonylag nagy város. Megnézzük az egységben Tapolcáért csapatát, ahol már gyakorlatilag falatoznak a pörköltből, és akkor meg is kérdelem Tölgyes Gyoltot, hogy hogy készültek a mai napra, és hát mi készült? Lelkesen, vidáman, sertés kategóriában indultunk, és egy kiváló pörköltet sikerült összehoznunk. Remélhetőleg, legalábbis nekünk ízlik. Csapat egységet mutatja már messziről a póló, de az egység benne van-e a pörköltben, és mindenki beletette a munkáját? Mindenki, egytől egyig ki volt osztva a feladat, maximálisan végrehajtotta mindenki, elégedett is vagyok a csapattal, úgyhogy egységben készült, és mindenkinek a lelke is benne van. Franciska, kóstoltad a pörköltet, hogy vagy megelégedve? Szerintem teljesen jó lett. Jövőre, mindenképpen jöttök, gondolom, mert hiszen tavaly is itt voltatok, ez gondolom egy hagyomány.
van... megyünk innen addig. Van-e valami már terv, vagy jövőre esetleg mivel, valami különlegesebben, vagy maradtok a hagyományosnál? Ezt még nem mondhatjuk el. még mi sem tudjuk. Zsűrinél már ott van-e a pörköltetek? Igen, már leadtuk. Gyönyörű, szép távol. Látom, hogy kóstolnak, és azt is látom, hogy a zsűri nagyon nagy gondban van. Ti mire számítatok? Dobogó? Igen, mindenképpen. Hát akkor úgy legyen, nagyon szurkolunk, köszönjük szépen, és tovább megyünk, akkor a hivatal csapatát meglátogatjuk. Sziasztok, hivatali dolgozók! Elmegyünk ide a végébe, és akkor megkérdezzük, hogy sikerült ez a pörkölt. Szóvivőt kérdezem, a Krisztát természetesen, hogy készült a pörkölt. Nagyon nagy lelkesedéssel készült a pörkölt. Én, mint helyettes szóvivő a Zoltán távollétében, azt tudom mondani, hogy együtt és nagy örömmel ebben a nagyszerű társaságban, remek időben sertést egy kis csülökcsonttal megbolondítva készítettünk, és nagyon kedves kolléganőnk kicsi, apró nokedliket és galuskákat is hozott nekünk hozzá, úgyhogy remek volt a nap, nagyszerű a társaság, mindenkinek csak tudjuk ajánlani, hogy vegyen részt a következőn, már mi is felkészültünk a következő évire. Már? Igen. Taktikai megbeszélést tartottunk, leskerültünk, kíváncsiskodtunk, fürkésztünk és döntöttünk. Jövőre is jövünk, ha lehet. Nagyszerű, és most ma mit vártok magatoktól? Helyezést mindenképpen? Magunktól azt vártuk, hogy mindent tökéletesen teljesítünk. A zsűritől várjuk, hogy megnyerjük, mert a döntést ők hozzák meg. Ezzel a pörkölttel csak nyerni lehet. Ezzel veszíteni nem lehet, mi biztosak vagyunk benne. Mondta Krisz, hogy taktikai megbeszélés folytatok a jövővel kapcsolatban, akkor már valami körvonalazódik, hogy jövőre mit fogtok, mivel készültök. Nem árulom el természetesen. Annyira ki akartam szedni. Jól van, oké, szurkolunk nagyon, hajrá, hivatal. Köszönjük szépen. És akkor Ricsi, én azt mondom, hogy elég nagy itt a hangzava, remélem, hogy hallanak bennünket. Átjövünk a vívókhoz, és akkor már is belopakodunk ide a tömegbe, és én már viccelődtem azzal, hogy az Aria is itt van velünk, de nem, mert a napszemüveg és a kalap mögött Keszler Dávid van. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon jól összekovácsolt csapatot hoztál ki, és ahogy a mosolyogat látom, jól is sikerült a nap. Igen, köszönjük. Hát még nem ért véget, mert még az eredményhirdetésen nem vagyunk túl. Reméljük, azután is ugyanígy fogunk mosolyogni és örülni, de az biztos, hogy tényleg egy jó társaság jött össze, és köszönjük a szervezést. Mit főztetek? Hát megfogtál, de... Pörköltet. Igen, pörköltet, sertés pörköltet. Igen. Hogy készültetek a mai napra? Kiosztottátok a feladatokat? Igen, minden feladatot én kaptam, elnök úr kiosztotta az összeset nekem, tehát egyedül kellett az összes alapanyagot elkészítenem, és minden hozzávalót idehozni. Ők meg most élvezik a sikernek a gyümölcsét. Jó, hát akkor igazából azt várjuk, hogy a zsűri hogy döntött arról, amit a többiek főztek, és te előkészítettél. Igen, ezt várjuk most. Merre jártatok a nyáron? Volt edzőtábor, azt láttam. Igen, most egy elég húzós időszakon vagyunk túl, egy-két hetet edzőtáboroztunk, egyet itthon hazai pályán, kinn a Bauxit sportpályán, egyet meg Genesdiáson egy 130 fős edzőtáborba vettünk részt több különböző magyar klubokkal, illetve külföldi résztvevőkkel. És úgy hallom, hogy igen jól sikerült. Hál' Isten, igen, jó visszhangja van a tábornak, úgyhogy már a jövő évinek is lefoglaltuk az időpontját. Szuper, jól van, gratulálok nektek ehhez is, a pörköthöz is, és nagyon szurkolunk. Köszönjük hajrá, szépen. Hajrá, vívó. Köszönjük szépen. És akkor elérkeztünk a legvidámabb, legzajosabb csapathoz, ami pedig a Vasutasok csapata. Szabolcsnak integetek, hogy jöjjön, mert készítenénk egy interjút a mindig vidám vasutasokkal is. Ó, milyen kedves lehalkítja a zenét. És egyébként a Vasutasok kettő csapattal is kivonultak, és kettő pörkölt készül itt a MÁV zászlaja alatt, és hát várjuk Kocsor Szabolcsot, hogy mondja el nekünk, hogy telt ez a nap eddig. Szia, Szabolcs! Hogy telt a napotok? Üdvözlöm a Tapolca Média jeles képviselőit. Hát nagyon fárasztó volt gyakorlatilag három csapatot végig kalézolni, és az 50% csapatnak új versenyzőit. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz. Hát lehet is látni rajtam szerintem, nem csak a 35 foknak köszönhetően, de tényleg úgy vagyok, hogy már a tűrés határának tetején. Ugye nagyon szerencsénk volt gyakorlatilag, mert Tördemic község is támogatta a MÁV csapatát, ugye ott is van vasút, és egyértelműen támogatott minket. Ennek köszönhetően egyel több
kategóriába tudtunk indulni. Azt nem mondom meg, hogy melyik. Jaj, de hogy nem, már most már el lehet árulni. Akkor jó, elmondhatom, hogy a szürke marha húst, azt Tördemic önkormányzatától kaptuk, hogy vigyük a hírnevüket. Remélem sikerül is különben. Aztán gyakorlatilag indultunk egy MÁV 2 csapattal, mert hogy a népnek is tudjunk osztani, hogy mindenkinek jusson, meg rajtunk kívül is, egy sertés kategóriába, illetve nagy szerencsével sikerült szereznünk szarvashúst. Úgyhogy gyakorlatilag három vasat tartunk a tűzbe. Na, ez szokott lenni, ilyenkor nem szokott bejönni egyik se, de hát majd meglátjuk, hogy... De még az is lett, hogy bejön az összes. Hát az... Hogy én körbenéztem itt a csapatokat, a zsűrit, minden, gyakorlatilag nagyon nagy a konkurencia. Azért visszagondolok, mert ha belegondolok először, ugye a MÁV csapat is itt alakult meg ezen a főzőversenyen, úgyhogy nem is indultunk, hanem az alalápi önkéntes tűzoltók befogadták a kódorgó vasutasokat, akik ugye nem indultak pörköltel, és befogadtak, megkínáltak minket, ők is szarvas csináltak, akkor arra is emlékszek, és akkor gyakorlatilag a következő évben indultunk, és akkor egyre fejlesztettük fel magunkat. De az akkor én emlékszek rá, hogy 9 csapat volt, amikor a kódorgó vasutasokat befogadták az alapi önkéntes tűzoltók, és most az ő már 20-on felül, úgyhogy gyakorlatilag úgy volt, hogy mi felnőttünk a többi csapathoz, aztán kicsit túlléptük őket. Aha. És most a többi csapat meg zárkózott, meg az az igazság meg is haladott minket. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt nagyon éles verseny lesz, tényleg 10 pontok fognak dönteni. És ha szerencsénk lesz, akkor halleluja, ha nem nyerünk, akkor sincs baj, mert a csapat jó, jó a hangulat, sokan vagyunk. És maga a vasútra mindig is lehet számolni azzal, hogy ott lesz a dobogon, de ha nincs, akkor sincs gond. Akkor sincs baj, így van. Köszönjük szépen. Gratulálok a legvidámabb csapatnak, mindig ti vagytok a legvidámabbak, úgyhogy szurkolunk nagyon nektek. Köszönjük. Ránk is fér, mert idén még csak vesztettünk. Nagyon szurkolunk, rajtunk nem fog múlni. Köszönjük.
annak, hogy olyan arcokat is látok, akikkel már a héten találkoztunk ugyanilyen körülmények között, az is nagyon jól sikerült, és bízom benne, hogy ez a mostani délután is pontosan ugyanolyan remekül fog sikerülni. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Lazaridis Georgina Szófiát, aki elfogadta meghívásunkat, és velünk tart az ünnepi napok és borhéten. Köszöntünk nagy szeretettel téged. Előttünk pedig már itt van ez a gyönyörű könyv, amihez hozzá is öltöztél, úgyhogy teljes a harmónia. A könyv címe az 5. 3 mondatban a tartalom. 1 titok, 2 nő, 100 év különbség. Transgenerációs traumaoldó önismereti regény ez, ami abban segít, hogy feltárhassuk azokat a múltbéri veszteségeket, csalódásokat, amik talán nem is a mieink, hogy ezután a gyógyulás útjára léphessünk. Az az igazság, hogy Tapolca abszolút a regénynek egy nagyon-nagyon fontos központi szála, és még mielőtt elkezdenék bármit is a regénnyel kapcsolatban elmesélni, szeretnék nektek felolvasni az első pár oldalból. Úgyhogy fogadjátok szeretettel, hogy egy picit megízleljétek a történetet, hogy autóm kényelmesen suhan a pályán. A hajnali ködbe burkolózó, elmúlásba hajló varázslatos őszi tájlátványa mindig megnyugtat vezetés közben. Október utolsó napján legkésőbb 9-re, minden évben odaérek Tapolcára. Ahogy megpillantom a ködfelhők mögött a badacsony sziluettjét, amit mi csak koporsóhegyként emlegetünk, nagyot dobban a szívem. Bár már lassan 10 éve élek a fővárosban, itt nőttem fel, ez az otthonom. Úgyhogy ezzel a kis fejezettel, idézettel szerettem volna kezdeni, és ezért is nagyon különleges az, hogy ma most itt vagyok, mert hogy Tapolcáról indul ez a kis történet. Egyébként Sümeg is nagy szerepet játszik benne, és Budapesten is játszódik, de még mielőtt jobban belemennék a hátterébe, meg akár a titkoknak a felfedésébe, bár nem fogok spoilerezni, tehát nem fogom elmondani, hogy miről szól a történet, mert szeretném, hogyha aki még nem olvasta, ez is örömét lelné benne, hogy amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, ugye én már közel 6 éve foglalkozom nőkkel, ezt tudnotok kell rólam. Én oktatok is nőket a termékenységgel és a ciklussal kapcsolatban, tehát nekem ez abszolút a talajom. És azt vettem észre, én nagyon a fizikai szintekről közelítettem meg a fizikai oldalról ezeket a kihívásokat, én nem szoktam problémáknak vagy betegségeknek hívni a dolgot, hanem inkább kihívásnak nevezem. És egy idő után azt vettem észre, hogy a saját női klienseimnek a különböző, akár fogantatással, akár bármilyen hormonális egyensúlytalansággal kapcsolatos kihívásai, azok mögött nagyon sokszor akár párkapcsolati elakadások is álltak, vagy pedig olyan dolgok, amik mondjuk a saját édesanyjával, vagy a női ágával voltak kapcsolatosak. Ehhez hozzájött még így a saját történetem, ami, hát voltak nehézségeim nekem is így a nőiességem megélésével kapcsolatban, és a párkapcsolataimmal kapcsolatban is, nem is kevés. És úgy éreztem, hogy itt van valami, amit nem biztos, hogy meg tudunk így fogni. Tehát nem biztos, hogy megtapintható. És hát rákényszerített az élet 2021-2022-ben arra, hogy elkezdjek így magam miatt is, aztán pedig már a női kliensem miatt is elindulni egy nagyon mély önismereti úton, ami az elején nagyon-nagyon félelmetes volt, de tényleg. Erről egyébként a regényben is írok, tehát azt tudnotok kell, hogy Róza és Katus története az egy saját ikletésű történet, a fantáziám keltette életre, viszont nagyjából mindig meg szokták kérdezni, hogy jó, de hát hány százalék ebből a valós, és mennyi a fantázia, és azt szoktam mondani, hogy ilyen 60-40, 70-30, mikor, hol. Tehát, hogy nagyon sok dolgot találtam ki, de igazából ezt higgyétek el, hogy nem én találtam ki, hanem én tényleg azt szoktam mondani, és ez nagyon-nagyon furcsa így kimondani mindig, hogy valahogy, mintha vezették volna a kezem, amikor írtam ezt a regényt,
Mert képzeljétek el, hogy én nem vagyok egy éjszakai bagoly, tehát van, hogy már 9 órakor alszom, és volt úgy ennél a regénynél, hogy még éjfélkor is égett, Katusnál egyébként a vörös gyertya, tehát egy ilyen vékony, hosszú vörös gyertya égett mindig, és annyira diktáltak föntről, vagy valahonnan, hogy nekem azt írnom kellett. Szóval így megírtam a hát, ükanyámmal közös történetünket, mert hogy visszakanyarodva az önismereti útra, nagyon sok minden kiderült. Ugye biztosan ismeritek az Örökölt Sors című könyvet is, mert hallottatok róla, hogy azt mondják, hogy nagyjából 7 generációval vagyunk, tehát 7 generációnyi családtag képezheti le így az egymásban az öröklődő mintát, ugye ez így az ükanya után ugye az ősanyáig, és ez abszolút nálam így is lett, és aztán elkezdtem a családállításra, a pszichodrámákra és pszichológushoz is járni, és hát egyre jobban belejöttem. Ezt a technikát, a családállítás technikáját mutatja egyébként be maga a regény, tehát végül formálódott egy olyan történet, amit az elején egyébként egyáltalán, tehát hogy nem arra gondoltam, hogy most én bemutatok egy önismereti technikát, hanem én csak ezt a történetet szerettem volna megírni, és akkor így fonódtak össze a szálak, egyre több kliensemet küldtem el családállításra, pszichodrámára, pszichológushoz, és én magam is jártam egyébként szereplőként, mert hogy szerettem volna mondjuk átélni azoknak a nőknek például a helyzetét, akiknek mondjuk gyermekvesztésük volt, és én ott a családállítás alatt én át tudtam ezt ugye élni a térben. Ezt tudom, hogy most nagyon-nagyon furcsán hangzik valakinek, de higgyétek el, hogy a regényben magyarázatot találtok erre. Szeretettel köszöntöm a Tapolcai Média oldal valamennyi követőjét, a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhétről innét a Köztársaság tér, Kisfodi utca Köztársaság tér helyszínről, a nagy színpad mellől, az imént ért véget a Német Nemzetiségi Önkormányzat műsora. És a következő program pedig Rudán Joe koncertje lesz, és nagyon nagy örömünkre itt van velünk már Rudán Joe, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk, és azt gondolom, hogy sem mondhatjuk, hogy tiszteletbeli tapolcai vagy, hazajársz Tapolcára minden nyáron. Hát örömmel jöttem idén is, ugye köszönöm a meghívást, köszöntelek téged is, és kedves nézőket is köszöntöm. Én nagyon régen kezdtem el Tapolcára járni, még kisgyerekkoromban ide, pont a Tavasbarlangban voltam, még a szüleimmel, ugye amikor Ábrahámhegyen nyaraltunk, ott volt a nyaraló, és akkor minden évben voltunk itt Tapolcán, akkor ugye egy pár év szünet következett, amikor ugye zenekarok voltak fontosabbak, és akkor tulajdonképpen tényleg most már jó pár éve különböző formációkkal szoktunk szerepelni, itt nátok is, tényleg örömmel jöttünk, itt hazajárok. Én is a legutóbbi koncertre, amin itt voltam, és nagyon-nagyon tomboltam én magam is, amikor Kalapács Józsival voltatok itt a színpadon, őrült jó volt, aztán akusztik koncert is volt már, és most megint akusztik formációban vagytok, mire számít a közönség ma, mire számíthat tőletek? A kötelező dolog van, ugye az elmúlt 40 év, amióta a színpadon vagyok, pontosabban most már lassan 50 év vagyok a színpadon, hogy az amatőr korszakot is beleszámoljuk, és hát amúgy meg 4 szólóalbumom is van, azokról is mindenkiről kell játszani. Meg hát nyilván az összes zenekarban, amivel szerepeltem az életem során, mindenhol vannak olyan dolgok, amiket mindenképpen tehát el kell játszani, mert közönség igényli, és hát amire nagyon büszke vagyok most az apropója a dolognak, hogy most jelent meg egy erős hónapja a 4. szólóalbumom, a Vasvitéz album, és hát nem is hittem volna, de most 5 hétig vezette a MOHA szeladási listáját. Nekem is meglepő volt ahhoz képest, nem is akartam lemezt csinálni, ilyen jól sikerült. Ezek szerint ez a titok nyitója, nem szabad rá gyúrni, hanem lazán kell venni a lemezt, és akkor jó dalok születtek. Úgyhogy erről is játszunk egy vagy két dalt ma mindenképpen, meg hát az összes többi albumról. Nagyon fontos, hogy ugye én azért több lábon állok, több zenekarban énekelek, és hát nyilván több felé a hónap például Attila Fétánssal játszunk, ott Varga Miklós a Kalapács Józsival, úgyhogy szívesen jövünk bármelyik formáció a legközelebb is. 90-es években sokan temették a rockzenét, aztán most egy az autótyunk időszakában megint azt mondják, hogy hát a rockzene, de hát a lemezeladás is bizonyítja, hogy a rockzene azért az mindig ott lesz velünk.
Hát, szerintem mert zsigerből jön, meg őszintén jön, meg ez nem egy kitáló, hogy épp a lemezt említettem, hogy nem úgy készült a lemez, hogy most akkor a bevált receptek szerint, hanem ami tetszett, ami jól van volt, azt felénekeltem, eljátszottuk, kiválasztottuk, nagyon jók voltak, hál' Istennek jó szerzőkkel dolgozhattam, megkeresett engem egy nagyon híres szövegíró, egy zeneszerző, Vall Attila, a Cseráti Zsuzsának is írt, ugye pont a Amor és Gyémánt dal például, és hát olyan jó dalok lettek, hogy tehát már bőségzavara volt, így is 18 dal van a lemezen, úgyhogy ami a szélére ráfért, az mind rajta van. Rockzene az mindig valamiféle lázadás valami ellen, éppen az aktuális dolgok ellen. Van-e még olyan téma, amiben te találsz olyat, ami ellen lázadni tudsz, amiben a rock szelleme megjelenhet, például ezen a lemezen? Hát, amikor ez a lázadás dolog, amikor ugye fiatalok voltunk, uh-huh. 16 évesek, nyilván mi is lázadtunk minden ellen, ami létezett, tehát a szülők ellen, az iskola ellen, meg minden, és akkor ugye ebben már egy kicsit kinőttünk, így 62 évesen, de hát a rockzene szeretete az megmaradt, és hát az aktuális témákat nem lehet megkerülni. Én nem akartam, hogy a Vasfitész legyen a lemeznek a címe, egy vidámabb címet akartam, az Élet szép címmel, az lett volna a lemeznek a címe, és azt el is fogjuk most játszani. Egy nagyon pozitív dolog, hogy erdőszéli viskóban éldegélt a legény, volt ital a korsóban, és étellel teli edény. Ezt szerettem volna, csak sajnos hát rányomja most a bármennyi, és nem szeretnénk a napi aktualitáshoz az egész háborús helyzet, meg ami van, ami nagyon szomorú, és hát lenne minél előbb vége, nehogy ide hozzánk is elérjen. És ezért most a Vasvitéz című dalt úgy éreztem, hogy most ennek sajnos talán találóbb ez a Vasvitéz című dal, ami sajnos így a háborúról szól, háború ellen szól, de hát reméljük, hogy megtalálja az üzenetét, oda is eljut, ahol ez kellene. Hát legalább mi próbálunk azért itt a muzsikánkkal valami kis vidámságot hozni az életbe, és hát hát lázadunk, a háború ellen lázadunk például. Említetted a korodat, elmúltál 60, hát mit lehet ezzel tenni? A szív az örökké fiatal, tudjuk, de a rocker leszel idül-e? Nekem most családapává szelédül-e? Fiatalnak kell maradnom most nekem sokáig, mert két pici lányom van. Igen. Egy 6 éves és egy 8 éves, úgyhogy nekem még 20 évig hely kell állnom, úgyhogy semmi rock and roll, semmi buli, semmi tolozás, úgyhogy csak az egészséges életmód és az éneklés, meg azért még hobbinak megvan az autószerelés is, meg az oldtimerek gyűjtése, és hát tulajdonképpen ezt tart engem fiatalon, úgyhogy muszáj. Amíg a lányok fel nem nőnek, nekem figyelni kell. Nőnek a lányok, de nem, senki nem fogja betenni a lábát udvarból meg a házba, biztos. Hallgatnak rock zenét, blues-t? Hallgatnak, igen. Hát egyébként ők a legensők, akik úgy viszem haza mindig a készülő lemezt, a demodalokat, és mindig mondja, apu, azt a házuk mellett itt, azt énekeld a házuk mellett itt. Nagyon tetszik, az erdőszíli viskóban az a másik szám, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik nekik. Hát azt hallgatják, amit mi otthon, tehát nyilván. Meg hát amikor még az anyukájukkal volt, állapotos volt a kedves feleségem, akkor is olyan zenéket hallgattak, és lehet, hogy akkor már megfertőződtek, én nem tudom, de hallgatják a jó muzsikákat. Már most itt vannak sokan, és várják a koncertet, ami 19 órakor kezdődik, köztük nagyon sok fiatal, és úgy tűnik, tényleg örök a rock, és a régi dalokban is megtalálják azok a 16 éves lázadók a maguk témáját, ami ellen ők lázadni tudnak. Én azt gondolom, hogy ez egy küldetés, amit te teljesítesz a zenésztársaiddal együtt. Igen, éppen Gyulával beszéltünk erről, hogy van egy jó formációnk is, ahol Rock Legendák címmel, az én zenekarommal hívom meg őket, ugye a nagy öregeket, és épp ez volt a téma, épp a Gyula mondta ezt, hogy ez egy küldetés. Hát addig csináljuk, amíg tudjuk, és akarunk már csinálni. Tehát ezt érezzük, szeretjük, és van mihez nyúlni. Úgyhogy meg az új témák is szerintem időtállók lesznek. Az a lényeg, hogy olyan zenét szeretnénk mi csinálni, ami tényleg időtálló, és elő lehet venni bármikor. Én mindig is próbáltam törekedni az igényességre, épp ugye a dalokban, a zenében, mind a szövegben. Hát az idő majd meghozza, kiállja a próbáját szerintem. Feléptem a honlapodra, és láttam, hogy nagyon sok a koncert, augusztus tele van, és már szeptember is, és hát lesz majd decemberben egy nagyon nagy dobás is.
Hát a szokásos decemberi koncertünk ugye Pécset a Kodály Központban, az már évek óta megy, de most gondoltam egy nagyot a Pallai Zsolti menedzser barátommal, és Budapesten is megcsinálják ugye ezt a koncertet. Lesz egy budapesti koncertünk az Erkel Színházban január 25-én, a Vájvíz elhozzuk azt a pécsi csapatot, tehát ott lesz az összes barátom, akivel elmúlt 40 évben dolgoztam, akivel lesz egy big band, a Rudán Joe bandzenekarom, akivel lesz egy jazzes vonal, a big band is lesz, ott lesznek a Hüvel Bakhuszos barátaim, az ének együttes, nagyon szeretem őket, jó pofák, nagyon, itt is voltak egyébként. Igen, a személy éppen dolgok, úgyhogy rengeteg vendégem lesz, úgyhogy a szokásos Kodály koncert az december 11-én Pécsett, és most a budapesti koncertnek Erkel Színházban január 25-én lesz. Javában benne járunk a Tapolcai ünnepi napok és borhétben, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy lassan a turisztikai szezon vége felé is, bár nem biztos, hogy ez így van, és hát erről kérdeznének téged, Albi, te vagy a legnagyobb tudója itt a Tapolcai idegenforgalmi szezonnak, hiszen látod a barlangforgalmát, ismered a sajátodat, látod a Kisfaludy utcán, mi minden történik, mit gondolsz erről a nyárról? Hát ez a nyár, ez meleg volt, igazából örülünk, hogy a strandosoknak is volt végre egy jó szezonjuk, de ez nem baj. A Kisfaludy utca és a barlang az állandó, tehát ez egy éves dolog, jönnek a turisták, az ünnepi napok ezek kifejezetten jót tesznek, tehát mind a tóparton, mind itt fönn nagy a mozgás, hogy úgy mondjam. Én elégedett vagyok, tehát az egész mindig kerek lesz, akkor mindenki boldog, mindenki sokat tesz, szépülünk, épülünk, fejlesztünk, úgyhogy boldogság van. Mit keresnek leginkább a turisták, így a szuvenírek között mi a sláger? Hát a sláger az egyértelműen a hűtőmágnes, ami Tapolcához kötődik, kis poharakat, kanalakat, bögréket, de a hűtőmágnes az a siker, abszolút az a favorit. Te nem csak mint tapolcai vállalkozó vagy benne a város közéletében, hanem ezer szállal kötődsz a sporthoz, és rengeteg a barátod, az ismerősöd. Mit gondolsz most így a hangulatról a városban a nyáron, meg így főleg az ünnepi napok alatt? Mit tapasztalsz? Én szerintem jó hangulat, azt veszem észre, hogy mindenki egy kicsit próbál lazítani, picit boldogság van, jók a programok, tehát esténként azért a vállalkozók, a sportolók, barátok összegyűlnek egy-egy palac bort, elköltünk, tehát nagyon jó volt az emlékezés éjszakája, táncoltunk hajnalig, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és örülünk neki, hogy ez így van. És egy újabb tapolcai vállalkozást találtunk, illetve vállalkozásokat, mert mondhatjuk, hogy egy család, de kétféle profil, igaz, jól mondom? Igen. Judit gyönyörű ékszerei, és akkor Veronikáéknak a gyönyörű fadolgai. Mit szóltok ehhez a rendezvényhez? Nem először vagytok már itt. Hát szerintem most már körülbelül 10. alkalommal vagyunk kint a rendezvényen. Hát ugye az időjárás az nem volt éppen kedves, de amúgy a rendezvény az körülbelül hozza az elmúlt éveket, ugye főleg az esti órákban azért kijönnek a tapolcaiak is, feljönnek a környékből is, keresik az emberek a kikapcsolódási pontokat. Mi azt kaptuk, amit vártunk a rendezvénytől. És nem csak a kikapcsolódást keresik az emberek, hanem a szépet is, mert itt hát azért gyönyörű, szép dolgok vannak. Igen. És most már elmondhatom, hogy konkrétan keresik a barjasör termékeit, illetve keresik a VM ajándék termékeit is, és ezt bármikor bárkinek tudom ajánlani az egész év során. Mi az, ami leginkább sláger most nálatok? Hát ugye a villaékszereket, azokat másnál elmondhatom, hogy az országban se lehet megvásárolni, ezek tényleg teljesen egyediek, de ugyanúgy a nyakláncok, a fülbevalók, amiket üvegből készítünk, és ebből talán a legkedveltebb évről évre mindig a pontfülbevaló, amit bármilyen korosztály a kislányoktól az idősekig bárki szeret. És nem csak ékszerek vannak itt nálatok, hanem hogyha arra pillantok, akkor azért egyedi dolgokat itt lehet vásárolni. Igen, a Misi pedig itt helyben meg tudja gravírozni a kulcstartókat, és akkor a kedves vendég elmondja, mit szeretne, és olyanra készíti. Ti azért nem csak ezen a rendezvényen vagytok jelen, hanem a nyár szinte összes rendezvényen, a tavasz összes rendezvényen, ősszel mindenhol, igen. Egész évben mindenhol. Igen, igen, de ugye mi főként inkább a piacokon vagyunk ott, a környék piacain, és most már inkább csak a Kártalantúti Lilium piacon, Lilium kert piacon, ami ugye az örök kedvenc, meg hát itt a Tapolca, azért az ember szíve hazahúz. Szia, Bogi! Szia! Bajner Bogival beszélgetünk, aki itt szorgoskodik a tapolcai ünnepi napok és borhéten. Mit tudsz elmondani a rendezvényről? Megtalálnak-e téged? Jönnek-e, vannak-e vendégeid?
Igen, igen, csupa pozitívumot tudok mondani. Szerintem nagyon jó programok vannak idén is, ahogyan tavaly is. Én tavaly települtem ki először erre a rendezvényre. Napközben innen a barlangból, akik kijönnek, ők jönnek vendégként, illetve a helyi lakosok jelentkeznek be hozzám fonásra, illetve délután 4-5-től a gyerekprogramokról jönnek hozzám fonatni, illetve akik jönnek a bulikra, koncertekre. Úgyhogy köszönöm, hogy idén is kitelepülhettem, és itt lehetek. Igazából a fesztivál hangulat az igazán hozzátartozik egy jó frizura, és ezt itt meg lehet szerezni nálad. Bogi, nem csak ilyenkor vagy elérhető a tapolcaiak számára, ha én jól tudom. Igen, a tavaszi Tópart Fesztiválon is kiszoktam települni, illetve a helyi lakosok megtalálnak az Instagram, illetve a Facebook oldalamon, és be lehet jelentkezni hozzám egy hajfonásra. És vannak slágerfonatok, amiket kérnek, vagy olyan frizura típusok, amiket gyakrabban kell csinálnod? Igen, igen, ez a holland fonás nagyon divatos egy pár éve, illetve nyáron ezek a színes hajas fonások nagyon népszerűek, illetve hajékszerrel, ahogy itt is látható, hajékszerekkel szokták még díszíteni a fonásokat. Ezeket nagyon kedvelik. Szép jó estét kívánunk, szervusz, Csilla, szia, szia! Nagy örömmel látom, hogy te is kint hagyat a tapolcai ünnepi napok és borhéten, mert azt gondolom, hogy aki igazán szépet, színeset akar vásárolni, annak ide kell jönni le elsőként. Voltak-e vendégeid, megtalálnak-e valóban téged? Igen, igen, megtalálnak, úgyhogy örülök neki, hogy itt lehetek, és hát minden évben tapolcai vagyok, úgyhogy itt vagyok. Az origami, ez továbbra is a szerelmem, tehát továbbra is, amit itt láttok, azok mind a saját kitalációim, és egyre több gyerekkel is találkozom, akik jönnek, most is itt volt egy kisfiú, aki már vitt egyet, és most egy másikat is szeretne kipróbálni, amellett az újdonságaimat is megmutatom, mert ugye ezek mind a saját kitalációim. Mik a legnépszerűbb figurák az idén? Nagyon változó, tehát hol az órák, hol a készletek, de ugye én a tündérkéimre vagyok most nagyon büszke, és az őszi tündérkéim is elkészültek most már. Mert hogy szezonálisan is készíted a figurákat, és ilyenkor már akkor gondolom, hogy nem csak őszre, hanem már a térre is készülsz a karácsonyi időszakra. Igen, igen, igen. Most egyelőre még próbálom fenntartani, mert a mágnesek is nagyon népszerűek, és a készletek. Amellett most nagyon sok ceruzatartót készítettem, közeledik az iskola. Igen. És hogy minden kisgyereknek legyen azért valami a kedvenc és kedvet kapjon az iskolához. Azon kívül a nyári kollekcióm is még van belőle, ugye matroszkákkal bővült, úgyhogy így. Gyönyörűek ezek a figurák, gyönyörűek a virágok, a tündérek, a díszeid. Mennyi munkaóra van egy ilyen figura elkészítés, vagy egy ilyen egyszerűbben? Rengeteg, és mindenki ezt kérdezi, hogy mennyi ideig készül. Én azt szoktam mondani, hogy egy mágnes az egy óra körülbelül, a többi az több. Természetesen ugye nem úgy készíti az ember, hogy na akkor én most ezt akarom, és ezt, hanem ugye van ilyen olyan színűm, és akkor abból nekiállok rakosgatni. És akkor nyilván ehhez speciális papírt kell beszerezned, és hát még megszületik egy ötlet, az sem kettő pillanat. Igen, színes fénymásoló papírral dolgozom, amit utána lelakkozom, úgyhogy így tartósak, tehát a gyerekek nyugodtan játszhatnak vele, 3 éves kortól lehet a kezükbe adni, és például a pávám és a hattyúm azok már 9 évesek, tehát amióta elkezdtem, azok megvannak, semmi bajuk nincsen, úgyhogy... Egészen elképesztő figurákat láttam tőled én már a Facebookon, amiket kértek tőled alkalmakra. Néhányat ezek közül eleveníts föl nekünk. Mi volt az, ami tényleg olyan nagyon extrém volt, még neked is? Nagyon büszke vagyok a BMW Cabrio-ra, egy piros BMW Cabrio-ra, ami most már Kanadában van. De most kaptam egy Mercedes kombi megrendelést, de Chryslert is csináltam, Harley Davidson, de rózsaszín párducot és Zinger varrógépet is, tehát nagyon sok egyedit kértem, ezeket általában felnőttek kérik tőlem, valamilyen alkalomból, vagy a kedvence, ilyesmi. Ezek mind-mind dísztárgyak, nyilván nem használati tárgyak. De az alkalmiak, igen. Igen. És gondoltál-e esetleg arra, hogy mondjuk ékszer készüljön papírból? Origami papír
origamiból, a klasszikusból készítenek ékszereket. Ez a technika azért arra nem alkalmas. Tehát amikor az unokáimmal len voltunk, csináltunk kis fejdísz, de hát az nem arra. Tehát ez a technika arra nem alkalmas, ugyanis ez az egy pici elemet kell pontosan meghajtani, és rengeteg ugyanolyat is abból épül fel. Ez alkalmas dekorációra, különböző használati tárgyakra, mert már szalvétatartóm is van. És hát szerethető figurákra, bocs, de arra nem, hogy ékszer. És azt hiszem, hogy nagyon sok ékszerkészítő van. Nem, igen, és szebbnél szebbek, ez így van. Igen. Ez, én maradok így. Azt akartam még tőled megkérdezni, hogy amikor így kitalálsz valamit, akkor már látod egyből előre, hogyan kell kinézni, vagy kis összerakod ezeket a kisebb részeket, hogy azokat csináld meg, és abból próbálod összeállítani, és majd valahogy csak kialakul. Tehát amikor én kitaláltam a babákat, akkor ugye az angyalkák nagyon tetszettek a vevőknek, és akkor jó lenne egész évben, de egész évben mégsem fogok angyalt. És akkor csináltam tündérkéket, és akkor azok fejlődtek szépen lassan tovább. Tehát akkor már fejbe összeállt. Ha teljesen egyedit kérnek tőlem, akkor szoktam kérni előről, hátulról, oldalról fotót, és még ha típusa van mondjuk egy autónak, akkor a márkáját is, hogy méretarányos legyek, mert a kerekeket az általában egy méret, és utána pedig ahhoz arányítom az autót. Általában 2 hónapot kérek minimum, hogy fejbe összeálljon, mert ha már fejbe összeállt, meghajtottam hozzá azt a sok alapot, akkor már ugye könnyen összerakom, csak fejbe össze kell, hogy álljon. De nem rajzolom meg, egyedül ha síkba van, akkor rajzolom meg, mert ugye nem mindegy mondjuk egy logónál, hogy melyiket miután következik, de a többinél rakosgatom. Hogyha valaki most látja ezt a beszélgetést veled, és van a fejében egy terv, vagy megtetszik valami, akkor hol találhat meg téged? Hol lehet rendelni tőled, vagy vásárolni? A www.csillaorigamidekoráció.com, ott meg lehet nézni a 9 év termését, amit eddig készítettem. Minden oldalán lehet nekem írni, akár egy kérdés erejéig, azt én rögtön megkapom. Úgy is meg kell adni a telefonszámot, tehát én fel szoktam hívni, és meg szoktuk beszélni, hogy mit szeretnének, hogyan, és azt lelevelezzük. És postázni is tudom. Köszönjük szépen, Csilla, gratulálunk a legszínesebb standhoz. Köszönöm számomra szépen. Egyik a legszebb, tényleg. Az, ha lenne szépségverseny díjat, biztos, hogy kaptál tőlem. Nagyon-nagyon szép, és nagyon sok elégedett vevőt kívánunk neked. Nagyon szépen, köszönjük. Köszönöm. Szépen, köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük, szia! Szia, Robi! Bolla Robit köszöntöm itt a tapolcai ünnepi napok és borhéten az egyik standnál, ami azt hiszem, hogy az egyik legfeltűnőbb stand. Legalábbis én még élőben nem láttam, csak mióta itt kint vagy. Ezeket az interneten már láttam, hogy milyen gyönyörűek ezek a forgók. Mesélj róluk nekünk, légy szíves. Köszönöm. Köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy tetszik. Azt kell róla tudni, hogy nem az én ötletem, sajnos, nem én voltam az értelmi szerző. Én is interneten találkoztam vele. Először, de első látása szerelem volt. Aztán úgy döntöttem, Magyarországon nem nagyon ismert még, hogy itt is meg kell ismertetni mindenkivel, és így elkezdtem forgalmazni. Hamarosan majd elérhető lesz az a technológia nálam, hogy egyedi fotókat tudok majd rányomni, és akkor egy kicsit még egyedibb lesz az egész történet. Nagyon szépek, látok én mandala típusút, vízcseppet, tehát azt gondolom, hogy a végtelen a lehetőségek tárháza. Igen, igen. Főleg amikor már tényleg rendelkezésemre áll majd ez a technológia, akkor akár egyedi családi képet is rá lehet majd nyomni, és akkor teljesen személyre szabott ajándék lehet. Most a szél ugyan forgatja őket, de ha nincs szél, akkor is forognak, jól tudom-e? Igen, lehet hozzá kapni kiegészítőként ilyen kis forgatómotort, úgyhogy nagyon sokan bentre a házba, lakásba viszik, és ott is van lehetőség használni. Hol lehet téged megtalálni, hogyha valakinek most mondjuk a beszélgetés miatt megtetszenek ezek a forgók? Rendszeresen a Tóti piacon vagyok kint vasárnaponként, aztán a különböző vásárokban, de internetes felületen is meg lehet találni a www.mindenamicsoda.com weboldalon keresztül. Köszönjük szépen, Robi, és gratulálunk ez a sok-sok csodához, amit forog körülöttünk. Jó forgalmat neked, köszönjük szépen, köszönjük, szia, szia! Hosszú a sor, de talán nem zavarok. Sziasztok! Szepesti Gusztit és csapatát köszöntöm a tapolcai ünnepi napok és borétel a munka dandárjában. Tényleg nem zavarunk? Jöhetünk? Abszolút.
Hú, hát ezért nagyon jó az idő. Az a baj, hogy kint hideg van, és hideg is volt gyakorlatilag egész augusztusban, hál' Istennek. De milyen hideg, igen. És ezért mi úgy döntöttünk, hogy fűtünk, és fűtünk azóta is. Tavaly voltál itt először az ünnepi napokon, akkor milyen tapasztalatokat szereztél, nyilván jókat, mert újra itt vagy. Nyilván a tavalyi az felejthetetlen, tehát azért egy Kowalski meg a nagy koncert ennyi emberrel, én azt gondolom, hogy Tapolcának egy óriási előrelépés volt, turisztikai szempontból is, illetve az idei év, én azt gondolom, hogy látszik az, hogy kisebb költségvetésből, tehát pályázatok nélkül Tapolcaváros önállóan oldotta meg ezt a mostani rendezvényt, kimagaslóan jó, tehát a tegnapi emlékek éjszakája az valami fantasztikus volt. Bízunk benne, hogy a ma este is ilyen lesz majd a 4-es street-tel, és sokan jönnek majd, és hozzátok is jönnek majd. De Rudán Joe-ról azért hát, eset, Ruda, tehát igen. Nyilván, tehát azért libabőrözött gyerekek, hát olyan hangja van. Csodálatos. Buszti, mi az, amit kínáltok a vendégeiteknek? Tehát egyrészt a megszokott kürtös kalácsaink, mindenféle ízben. Csuska receptjével? Nyilván csak azzal, meg némi homoktövéssel, hogyha igénylik. Illetve a Bubble Waffle, amivel idén készültünk, ami egy újdonság. Tehát ez egy sok tojásos gofri tészta, Bubble Waffle sütőben, buborékos gofrinak hívják másképpen, nutellával, banánnal, tejszínhabbal, igazi boldogsághormon. És aki nem édesre, hanem sósra vágyik, az annak is tudtok kínálni valamit, de nem itt. Nem itt, hanem a túlvégén, az utcának túlvégén krumpli spirállal készülünk, tehát a valódi krumpliból, valóban mindenkinek a szemelátára lespirálozva, hurkapálcára fölhúzva, frissen sütve, ízesítve, akár fűszersóval, akár sima sóval, igény szerint. Én azt gondolom, hogy itt a mostani tapolcai ünnepi napokon mindenki megtalálja azt, amire vágyik, akár édesre, akár sósra, akár szórakozásra, akár egy jó pohár borra, vagy egy jó sörre. Itt minden megtalálható. Köszönjük szépen, Guszti, nem tartunk föl, mert egyre hosszabb a sor, jó munkát kívánunk nem nektek. Olyan hosszú, tehát azért gyerekek, közben azért a kollégák hál' Istennek dolgoznak, igen, és megoldják. Igen. A hóborpincészetet látogatjuk meg először az idén, de hát voltunk már nálatok korábban is, és ahogy látom, hogy nagyon népszerű a stand, vannak biztosan visszajáró vendégeitek is, hogy értékeled az idei ünnepi napok és borhetet? Nagyon jónak értékelem az idei borhetet is, ugyanúgy, hogy a tavalyit is természetesen. Hála Isten, az időjárás is kegyes volt hozzánk. Egy pár fokkal azért lehetett volna hidegebb, úgyhogy egyelőre jónak ítélem meg az idei évet is. Mik a sláger termékeitek, mit szeretnek a vendégeitek nagyon? Egyértelműen az olasz rizinget emelném ki, Irsa Olivért, úgyhogy ezt a kettőt emelném ki így, mint ezen a héten főbb borok, amik fogytak, úgyhogy muskotáj, kéknyelű, úgyhogy ezt a négyet emelném ki. Hát akkor itt a standon minden rendben van, de mi újság a szőlőben? Szüret? Hát a szüret nálunk már ugye korai fajtákkal megkezdődtek, már erjednek a tételek, úgyhogy sajnos elég jelentős problémákkal néz szembe a szőlőtermesztés, aszály, olyan kártevők, amik eddig nem voltak ilyen, nem okoztak ekkora problémát, úgyhogy ez így megy tovább, akkor elég nagy kihívásokkal nézünk szembe, úgyhogy sajnos van teendő a szőlőbe. Köszönjük szépen, minden jót kívánunk, meg hát nagyon jó borokat magunknak a következő évben, amikor újra találkozunk, remélhetőleg jöttök, ugye? Természetesen, köszönjük mi is, sziasztok! Szia! Szia, szia! Trió Pince is ismét itt a Tapolcai ünnepi napok és bor héten egy gyönyörű standdal, a legszebb boraitokkal gondolom. Mik voltak a slágerek az idei évben? Így van, köszönjük, próbáltunk minél szebbre díszíteni magunkat. Hát ami mindig is kedvent az édesek közül, az EU-s, édes EU-s, azt nagyon keresik, a rozé is még eléggé megy ahhoz képest, hogy egyébként a fogyasztás azért egy kicsit visszacsökken, és hát az olasz szizling az nagyon megy. Van egy élet olasz szizlingünk, egy frissebb is, mindkettőt nagyon keresik, ugye ezek a sztárok, de egy-egy estén van, amikor van egy kis eltérés, és más fajtákat keresnek jobban. Ti Balaton felvidéki borászok, Tapolca környéki borászok, nagyon sokat dolgoztok azért, hogy a kulturált borfogyasztás megvalósuljon, és minél inkább a minőséget keressék. Tapasztalod a munkátok gyümölcsét, valóban keresik a minőséget az emberek? Igen, hát azt tapasztaljuk, hogy aki idejön, azt mondja, hogy érzi rajta a kezünk munkáját, hogy szeretettel készül, és ott vagyunk minden nap, együtt lélegzünk a szőlővel, igazából ez is lenne a cél.
hogy ne csak azt mondjuk, hogy megvan a minőség, és mi ezt szeretnénk, hanem valóban ott van a borokban, és érződik is, és a visszajelzések alapján ízlik is azért. Nyilván megvan mindenkinek, hogy mi a kedvence, nem mindenkinek tetszik ugyanannyira mindegyik fajta, de ez érthető, és ez rendben van, így nem vagyunk ugyanolyanok, de mindenki talál szerencsére olyat, ami ízlik, és azt mondja, hogy ez tényleg jó, és ez neki megfelelő. Az idei esztendő szőlőtermesztés szempontjából nem volt valami egyszerű. Nagyon sok problémával kellett megküzdenetek, és most már itt van a nyakatokon a szüret nagyon hamar. Igen, igen. Hát mondhatni most már nem is csak ez az év, hanem folyamatban talán az ötödik év, ami nehéz. Minden évben vannak új kihívások, ugye nem csak a klímaváltozás miatt, ugye annak következtében, ugye tavaly nagyon csapadékos volt az év, ott nagyon nehéz volt a növényvédelem. Most ebben az évben sem volt egyszerű, hiszen azért korán fakadtak a szőlők, ugye már majdhogy nem március elején elkezdtek fakadni, és ugye ezt követően májusban volt egy hidegebb időszak, amikor meg vontatottá vált, és most úgy tűnik, hogy azt a 4 hétből talán 2-3 hetet sikerült behozni a szőlőnek, így annyival nem kezdünk előbb a mostani várakozásoknak megfelelően. Nagyjából egy héttel korábbi lesz a szüret, egy héttel korábban kezdünk, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az időjárás, hiszen az még nagyban tudja befolyásolni, hogy miként fog alakulni. És hát ugye az a legjobb példa erre, hogy változik minden folyamatosan az évjárat, a szőlő másként viselkedik. 7 évvel ezelőtt még volt, hogy október végén születeltünk, most pedig már szeptember közepe végére vége a szüretnek. Hát köszönjük szépen, és nagyon jó munkát kívánunk nektek ide, Tapolcai Ünnepi Napok borhétre, meg nagyon jó forgalmat, és hát találkozzunk jövőre is az idei borokkal. Veletek. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok. Szép jó estét kívánunk. Szia, Bálint. Szia. Szerintem az egyik legjobb estén találtunk meg téged, mert igen, szerintem stílusban ez nagyon passzol hozzád. Abszolút, igen. Ez ugye most már visszatérőnek mondhatom ezt a stílust itt a borhétnek az életében, és tényleg abszolút hozzánk is passzol, nagyon tetszik, örülök neki, hogy igazából a minden évben eléggé színes a repertoár, de abszolút passzoló, idevaló olyan zenekarok tudnak jönni, akiket szeretnek a tapolcaiak, mi is szeretjük természetesen, úgyhogy örülünk Rudán Joe-nak itt Tapolcán. És hogy csúsztak a borok ezekre a jó zenékre? Nálunk nagyon jól, tehát nem panaszkodom a forgalomra. Ja, az átlag magyar trendekhez képest itt azért nagyon jó fogyás van, nagyon sokan érdeklődnek a borok iránt. Ugye mi egy speciális stílus képviselünk a borászat világában. Úgy a naturborokra, tehát a petnatokra is nagyon nagy kereslet van, azt tettük észre, hogy tényleg egyre többen jönnek vissza direkt ezt a stílust keresni. Sokan megnézik a Molinót, látják rajta, hogy organikus borászat vagyunk. Már csak erre is ide jönnek, és sokan csinálnak például olyat, hogy mindenhol kóstolnak egy bort, egy olasz rizlinget. És ez is egy tök jó dolog, tehát úgy látom, hogy azért a borkultúrának, a minőségi borfogyasztásnak van jövője, vannak benne lehetőségek. Mi az, ami leginkább sláger nálatok, a petnat? Azt azért nem mondanám, tehát igazából nálunk a birtokborunk az aspirátor, ami évről évre mindig megy. Nagyon szépen megy a rozé, ahhoz képest, hogy az országos trend az, hogy egyre kevesebb rozé fogy. Meg hát nálunk ugye vannak úgymond ilyen innovatívabb fajták, a hárslevelű, amit keresnek, a sárga muskotájból a száraz, ami máshol nem nagyon van. Ezeket abszolút keresik. Meg hát igen, a petnát, tehát például az EU-s petnát, vagy a hárslevelű petnát, ezek nagyon mennek. Illetve hát, amit mondtam, hogy annak ellenére, hogy nem nagyon megy a rozé, a rozé petnátot viszont abszolút keresik. Megindult-e már a szüret a Csobáncon? Igen, igen, megindult. Elkezdtük. Eddig egy gyakorlatilag szőlőlének születeltünk egy valamit. Hát nem úgy állunk, ahogyan kellene, tehát vannak olyan tételek, amiket ide nem fogunk tudni elkészíteni az idei évnek az asszályos mi volt a miatt. Hát ha ez vigasztal, mások is mondtak ilyesmiket. Igen, hát a picit ez a balatoni vendéglátós mentalitás van, hogy mindig nyavajgunk, de nem, hát ez egy évjárati, ez brutális ez az évjárat, tehát óriási volt az asszály. 3 héttel korábban szüretelünk, mint úgy általában, szerintem ez tényleg extrának számít. Bálint, köszönjük szépen, és jó forgalmat kívánunk neked még akkor a holnapi napra. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Sziasztok! Szép jó estét kívánok! Itt a Borbély családi pincészetnél járunk, és mindenhol megkérdeztem,
milyen volt a forgalom, és hogy mik voltak a legkedveltebb tételek, amiket a vendégek kértek. Hát igazából változó, amikor egy erősebb este van, akkor azért sokan vannak, és leginkább a könnyedebb borokat keresik amúgy. Rieslinget szoktak, meg rozét esetleg, főleg fröccsben. Főleg fröccsben? Fiatalok vagy idősebbek jönnek inkább, vagy teljesen vegyes a kép? Inkább idősebbek. És mit gondolsz arról, hogy a fiatalok mennyire bátrak ahhoz, hogy megkóstoljanak egy komolyabb tételt? Nagyon kóstolták egyébként, nem vagy jellemző. Érdekes, mert azért nagyon sokan itt a borászok közül azon dolgoznak pont, hogy a fiatalokhoz is eljusson a kultúrát borfogyasztás. De maga a kultúrát borfogyasztás az itt megvalósul-e? Tehát látod-e, hogy megkóstol egy tételt, ízlik, visszakóstolja, vagy inkább egy másikat? Itt ritkább, azt mondanám. De nyilván megvannak azok az emberek is. Egyébként a hűtőtökben mi mindent lehet megtalálni, mit tudtok kínálni? Hát van többféle hordós olasz ízing válogatásunk is. Uh-huh. Van furmintunk, rózsakövünk, kéknyelünk, ezek tipikus badacsonyi borfajták. Uh-huh. Mindenféle. Késői szüret is. Azt lehet mondani, hogy régen volt egy ilyen sztereotípia, hogy a hölgyek az édesebb bort kedvelik, igen. Az urak pedig a szárazabb. Igen, igen, ez abszolút jellemző. Tegnap voltunk egy rendezvényen, külföldi delegációk jártak itt a polcán, és nekik volt egy szép vacsora. És Tamás, Borbély Tamás jött és kóstoltatott tételeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen-igen nagy sikert arattak a borok, főleg a tomaj. Ismerik-e a tomajt, és fogyasztottak el belőle itt nálatok? Igen, sokan, de legtöbben rizlinget szoktak ezen a fesztiválon. Igen. Hogy tetszenek a zenék? Te azért, ha kell, ha nem halljátok. Volt-e olyan koncert, ami leginkább eddig megragadott benneteket? Az a baj, nem annyira tudunk így kifejezetten odafigyelni, de így ilyen háttérzajnak jó mindegyik. Ma este 4-es street lesz, várjátok-e? Persze. Meg a vendégeket is, ugye, köszönöm szépen, köszönöm, jó munkát, sziasztok, egy nevet. Eddig a tapolcai vállalkozókat kerestük fel, meg a környékbeli borászokat kérdeztük meg, de itt találtuk Tölgyes Zsoltot, és adódik a kérdés, hogy ez egy biztonságos rendezvénye a Tapolca városának, mik a tapasztalatok, csend, rend, fegyelem van-e? Szerintem egyébként igen, ha azt nézzük, hogy milyen nagy számú tömeg jelenik meg minden este, ahhoz képest teljesen jó a közbiztonság. Ugye mi a polgárőrségtől is vagyunk ki minden este, 18 és 02 óra között, illetve a rendőrségnek is van egy külön szolgálata erre, akik biztosítják a rendezvényeket. Azt látom, hogy ez kezd ilyen családi rendezvényé válni. Hiába egy borhét, azért mindenki elhozza a családját is, mert a gyerekeknek is kínálnak programokat. Hogy látják a polgárőrök, a gyerekek, a családok, vigyáznak-e egymásra? Nincsen eddig rossz tapasztalatunk. Nem volt még gyerekeltűnés, meg semmilyen színpadon be kellett volna mondani, hogy keresnek XY-t. Úgyhogy eddig jó. A programok meg ugye vonzák végül is a családokat is, mert jól állították össze őket. Szokták mondani, hogy ahol alkohol van, ott balhé is van. Mi eddig megúsztuk-e? Gyakorlatilag igen. Tehát nyilván, ahogy haladunk előre az éjszakába, és az alkohol kezd beérni, úgy mindig vannak olyanok, akik feszegetik a szárnyaikat, de nem volt semmi komolyabb balhé. Augusztus 20-án vége van a tapolcai ünnepi napok és borhétnek, és a megfeszített szolgálatnak is. Hány órát dolgozott a polgárőrség? Hát ezt most fejből meg nem mondom, ugye minden nap 18 és 02 óra között vagyunk innen, de most nem tudom, hogy mindig kettő vagy három, vagy olyan, hogy négy fővel is egyszerre, úgyhogy sokat. És akkor még volt közbülső program is a retroautókkal. Így van, és hát nekünk az élet ugye nem fog megállni holnap, mert hétvégén is lesz már program, utána az iskola kezdés, és majd a pisztránk kasztivál, stb. Mindig van mit csinálni. Köszönjük szépen, és nagyon jó munkát kívánunk, eseménymenteset. Köszönjük szépen. Szép jó estét kívánunk, szia! Sziasztok. Nagyon sok tapolcai érkezik ki ide estéről estére a tapolcai ünnepi napok és borhétre, és finomabbnál finomabbakat esznek, és jobbnál jobbakat isznak, és többek között itt nálatok is. Imi, neked szívügyed a tapolcai ünnepi napok és borhét, és hát azt kell mondani, hogy a szíveden kívül azért komoly anyagi támogatást is adsz ehhez a rendezvényhez, most már nem először. Így van, most már jó pár éve. Hát elég jól benne vagyok így a szervezésben vagy nagyban. Most a harmadik, a negyedik alkalommal rendezzük ezt az emlékek iszakáját. És hát pont ennek beszéltem a Karcsi, hogy annyira jó sikerült az utolsó is, hogy mondta, hogy ebből csinálhatnánk hagyományt, hogy az emlékek iszakája mindig biztosan szerepel jelent be
Igen, mindig a nulladik napon szokott lenni, ugye ez első program szokott lenni, most azt kell, hogy a főhelyre került tegnap, és nagyon sokan voltak kint. Így van, hát a nulladik nap is jól szokott, annak ellenére sikerülni, hogy munkanap volt, hogy, hogy másnap úgy, hogy mentek az emberek dolgozni. Na most főnapra sikerült rakni, hogy másnap nem kellett menni dolgozni, és hatalmas buli volt. Éjjel kettőkor még nagyon nagy tömeg volt itt, még meg is kellett oldanunk egy picit, hogy tovább legyünk, maradjunk, hogy ne kell mindenkit elküldeni akkor haza. Úgyhogy szerintem csodálatos volt. Hány standdal vagytok itt kint most? Hát igazából most, hát így a Gyurit beleszámol, mert most bevettük a Gyurit és a hegymagasi maraságokat, hogy őnek is jó híre volt kint hegymagason. Őnek is jó reklám, meg hát most itt vagyok most már 15 éve konyhával. Azt szerettem volna, hogy valami más is megkóstolja, ne csak mindig a miénket, úgyhogy Gyurival vagyunk, hát nem vagyunk kint. Hát gyros, hamburger, chips, lángos, kolbászok, csülök, nagy gyönyörűség. Azt ajánlom is mindenkinek a csülköt a Gyuritól. Mi már kóstoltuk, és nagyon finom. Így van, úgyhogy jönnek nyugodtan, mert ajánlom. Hogy vagy megelégedve egyébként a Borhét közönségével? Kulturáltan viselkednek, fogyasztanak, rendesen költenek itt nálad? Én maximálisan elég vagyok külön, mert pénteken egy picit tartottam, hogy nem úgy sikerül majd, ez a nulladik nap, vagy az a péntek, nem nulladik, hanem péntek. Az első nap. Tapolcai fellépők voltak, fiatalokat támogattak, és nagyon jó sikerült. És ezt nem csak én mondom, hanem itt a web vendégekről, amit így visszahallottam, ahogyan dicsérték őket. Úgyhogy mindenki. Tehát jó sikerült a péntek, szombat az megint jó lett, vasárnap az pipa. Igen. Mai nap úgy látom, hogy megint sikerült, úgyhogy az időjárás kegyes volt hozzánk. Akkor már csak a holnap az államalapítás ünnepe István a király, de ti itt lesztek, remélem. Biztos, mi itt leszünk, akár szakad, esik, bármi potyog, akkor is itt leszünk, hogy várjuk a vendégeket. Köszönjük szépen, mi jó forgalmat nektek, köszönjük köszönöm, szépen, köszi, sziasztok! Sziasztok. Oh, 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 oh
Hát lassan egy hét után vagyunk a tapolcai napok után, tapolcai ünnepi napok és borhét rendezvény sorozat után. Elkezdődött az elszámolási időszak, sőt az is lassan lezárul, hiszen ilyenkor egy-két héten belül ezt is meg kell oldani. Igazából szervezői szemmel úgy értékelem, hogy a precíz előkészületek meghozták a gyümölcsét, tehát úgy érzem, hogy hiba nélküli rendezvényt tudtunk zárni. Természetesen egy szabadtéri rendezvénynél mindig nagyon nagy szerepe van az időjárásnak, amit ugye nem tudunk befolyásolni. Összességében azt gondolom, hogy az időjárással se volt probléma, de sajnos egy koncertet el kellett halasztanunk. Igazából ilyenkor szervezőként, felelőszervezőként és az ott lévő technikai felelősnek döntést kell hozni, és mi ezt a döntést hoztuk meg, hogy az erős szél miatt nem fogjuk ezt a koncertet megtartani. Utólag is azt gondolom, hogy jó döntés volt. Talán ez az egy, ami azt gondolom, hogy kicsit beárnyékolt a számomra, és mondjuk az ott bulizni vágyóknak az ünnepi napok és borhetet. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy rendben lezajlott. Nyilván egy másik oldal, aki résztvevőként volt ott, ők is értékelnek. Remélem, hogy ők is hasonlóan fognak erről beszámolni. Igazából a létszámmal, az érdeklők létszámával szervezőként én meg voltam elégedve. Tehát próbáltunk úgy koncerteket választani, és úgy programokat, hogy az érdeklődésre találjon. Azt gondolom, hogy persze mindig lehet azt mondani, hogy lehettek volna többen is, de én elégedett vagyok. Szerintem maga a programok minősége is olyan volt, amit megérdemel ez a rendezvény, és ezzel, ahogy mondom, párhuzamosan az érdeklődés is. Ha most nem csak a színpadi produkciókra koncentrálunk, hanem van két másik nagyon fontos eleme ugye a rendezvénynek, az egyik a pörköltfőző verseny, ami az idén a 25. volt, és hát mondhatom, hogy az eddig évekhez hasonlóan nagyon jó hangulatú programként sikerült ezt is lezárnunk, 22 csapat főzött, 23 pörköltet, jól sikerült. A másik nagyon fontos eleme ugye az augusztus 20-ai ünnepség, az ünnepi sorozat, délelőtti programok a zászlófelvonás, a szabadtéri szentmise és a kenyérszentelés. Én azt gondolom, hogy minden évben nagy érdeklődés övezi, de az idei kiemelkedő volt. Az időjárás itt is egy picit tréfás volt, hiszen folyamatosan villámlott és dörgött a távolban, ami amúgy résztvevőként lehet, hogy egy picikét még színesítette, és szervezőként nyilván inkább nyugtalanító volt, de szerencsésen lezajlott, és ennek ellenére, vagy ez mellett nagyon meghitt, és egy nagyon méltóságteljes ünnepe volt szerintem az augusztus 20-ának ez a programelem is. És hát lezárul most az idei évi ünnepi napok számotokra az elszámolással, aztán meg elkezdődik majd a tervezése a következőnek. Hát igen, ez egy érdekes dolog. Amúgy mi úgy működünk, hogy megpróbáljuk másnap ugye egyből összeírni az előző napi tapasztalatokat, mert hát azt gondolja, az ember nem felejti el, de elfelejti. Egy hét és két hét múlva se tisztán emlékszik mindenre, egy év múlva meg pláne nem. Úgyhogy igazából minden napot úgy kezdtünk, hogy az előző napot összegeztük, és hát ezeket ilyenkor még egyszer-kétszer elővesszük, mert már nyilván beépítjük most a tervezésbe, tervezés fázisába. És hát az élet úgy hozta, hogy januárban már mindenképpen olyan szinten kell lenni a következő ünnepi napok tervezésének, hogy majdnem, hogy konkrétumok kellenek, hiszen a zenekarok, ahogy szoktam mondani, ebben az időszakban csúcson járnak, tehát igazából mondhatni, hogy márciusban maradék. Január-februárban ki kell találni, hogy kikkel szeretnénk együtt dolgozni, és fel is kell venni a kapcsolatot, és sok esetben már lehet, hogy csak ezen a héten, azon az ünnepi héten már csak egy szabad időpontja van. Úgyhogy igen, most még csak gondolatban, de januártól pedig már szintén gyakorlatban is neki fogunk állni az ünnepi napok szervezésének. És én szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában is hozzátett ehhez a rendezvénynek a sikeres lebonyolításához, értem közreműködőként, akárhogy élvezte a programokat, élvezte a munkánkat, és viszont engedjék meg a nézők, hogy név szerint köszönjem meg a közvetlen munkatársaimnak, a szervezésben, akik végig a munkát segítették, együtt dolgoztunk, Dégi Alexandrának és Buzás Balázsnak, és az ünnepi napok lebonyolításában, mert hát ugye háttérmunka nélkül nem működik, a Tamás Járművési Központ folyamatos nyitvatartással üzemelt, kiállítás volt az intézményben, a német nemzetiségnek az évek óta a fogadása ott zajlódott,
és hát ott fogadtuk a zenekarokat, ott volt a backstage, tehát nagyon sok szempontból helyet kellett állni a több munkatársamnak is, úgyhogy szeretném megköszönni Bilacsi Csaurilnak, Kárpát Sándornak, Nátházi Józsefnek és Berta Sándornénak is a munkáját, és még egyszer hangsúlyozom, hogy mindenkinek, aki valamit is hozzátett, hogy sikeresen lezáruljon ez az ünnepi hét. Köszönöm szépen!